YouTube-on keresztül, élő közvetítés keresztül csatlakoznak hozzánk, és természetesen szeretettel köszöntöm ma este előadókat, Stumpf Diló Balázs. Lovasi Esték programsorozatban ez a második előadásunk, és az előadásnak a címe Nem vagy egyedül, senki sem menekül. Élet egy átalakuló világban. És amit a rövid leírásból is tudható volt, Balázs a mély alkalmazkodás mozgalom magyarországi képviselője, és előadásában arra fog kitérni, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozás hatásaihoz, illetve az ezzel járó krízis helyzetekkel sok hatásokkal. Igyekszem megjelenni, és köszönöm. Köszönjük szépen. Isten hozott mindenkit. Én már előre is nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet. És a figyelmeztetés az előadás mellékhatásaihoz. És ezt nem azért mondom, mert ki akarom pipálni, hanem nagyon komolyan gondolom, hogy ez nem egy könnyű téma. Reméljük a kivetítő is alátámasztja majd, amit mondok, de fel vagyok készülve arra, hogy elnélkül sem mondjam. Aki happy endre vágyik, az nem jó helyre jött. És aki hajlamos a depresszióra, azt meg szintén szeretném megkérni, hogy adott esetben megnézni, és inkább vacsoráljon egy jót, mert én nem tudok túl sok jó hírrel szolgálni. Én acélból állok itt, hogy egy picit a minket körülvevő folyamatokat és megvilágítsam, és azokat az összefüggéseket, amik egyébként elég bonyolultak, azokat talán segítsük egy kicsit megértetni önökkel. És ennek eredményeként átlátni azt, hogy hova is vezethet ez az egész, mi az, ami előttünk áll. A Föld nevű bolygó nagyjából 4,5 milliárd esztendős, és így gondoljuk mi. Ehhez képest mi egy, és mi szeretjük ugye ezt a mi bolygónknak hívni, mert kérdés, hogy nem befordítva igazán inkább. Ehhez mértem, mi egy nagyon-nagyon új jelenség vagyunk ezen a bolygón, és minden valószínűség szerint igencsak rövid és átmeneti is egyben. Éppen ezért aztán egy olyan szintű alázatossággal érdemes is kellene hozzáállnunk magához az élethez és az egész témához, meg a léthez, amiben élünk, amit egyébként most egy apró, de talán látványos példával igyekszem majd érzékeltetni. Ha a Föld életét, ezt a közel 4,5 milliárd esztendőt, ezt egy évnek vesszük, 365 napnak, amelyből azt látjuk, akkor ezek szerint az egységek szerint tudunk gondolkodni. Ezt nem biztos, hogy fejben fogják tartani, de majd ott lesz a képernyő az évek. Tehát ha 4,5 milliárd év egy évnek felel meg a Föld életét egy évbe sűríthetjük, akkor csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy egy átlag életkor, egy ember átlag élete az fél másodpercet tesz ki egy évhez arányítól. Már csak azért, hogy így az alázatot így a megfelelő helyről közelítsük meg. Szóval akkor lássuk azt a kalendáriumot.
január elején megszületik a naprendszer, összeállnak a bolygók, és január folyamán elkezd lehűlni a Föld. A fém tartalma, a vasmagja lesüllyed, kialakul a Föld magja, és megszületik a szilárd kéreg. Február folyamán megszilárdul, tehát véglegesedik a kéreg, és víz borítja be a bolygót, elindul a kémiai evolúció. Márciusban kialakulnak az első kontinensek, ami tulajdonképpen egy kontinens, ugye a Pangea, amiről beszélünk. Megjelennek az első élőlények az óceánban, a kékalgák, a baktériumok. Ezek pedig elkezdenek oxigént termelni. Hát ez eltartott egy darabig, mert hogy ha most márciusban tartunk, akkor ez a folyamat egészen augusztusig elnyúlt. Mire annyi oxigén jelent meg a levegőben, úgymond kék lett a bolygó, hogy megjelentek az első rendkívül egyszerű állatok, mondjuk ez a lágyhéjú urák. Ezt követően kicsit beindulnak a folyamatok. Októberben lezajlik az első, és egyébként leghosszabb jégkorszak a Földön. Az egyik legcuderabb is lehetett, mert gyakorlatilag a Föld olyan szinten lehűlt, túlhűlt, annyi oxigén termelődött, annyira elbillent az oxigén és az üvegházgázok aránya, hogy gyakorlatilag egy úgynevezett snowball earth, tehát egy hógolyó alakult ki. Nem szeretnénk ott élni, ez valószínű. De aztán megkezdődik a folyamat. November 27-én jelennek meg az első szárazföldi növények. Tehát addig semmi érdemleges nem történt azon az egyszer kontinensen. December 3-án ez a jószág kimászik a partra. Tulajdonképpen itt indul a karrierünk. December 4-én kialakulnak az alapvető fajok. Az ős hüllőkből, vagy ugye kétértűek hüllőkből kialakulnak az emlősök, a madarak és a szaurusok. December 8-án egy új nagy jégkorszak kezdődik, ami december 12-ig tart. Még minden kontinens egy szárazföldi blokkot alkot, ugye ez Pangea. December 14-e és 17-e között az ős kontinens négy nagy tektonikus lemezre szakad. És így megszületik Észak-Amerika, Európa, Ázsia együtt, Dél-Amerika, Afrika együtt, India, Ausztrália együtt, és az Antarktisz. December 25-éig, ugye már kariban, december 25-éig a szauruszok létformájára uralja a Földet, majd akkor, mivel ők sem néztek fel, véget ért a karrierjük, és ennek pici jószágnak a személyben megindul a mi menetelésünk. December 28-án különösebb nagy vetülések folyamán és eredményeképpen kialakulnak a ma ismert hegységrendszerek szerte a világon. Ennek egyik legszebb példája, hogy India nekiütközik Ázsiának, és így felgyűrődik, vagyis kialakul a Himalája. Az év utolsó napján járunk, amikor egy jószág két lábra áll. Ez 6 millió évvel ezelőtt volt. És este 8 órakor. 10 perccel éjfél előtt, ezt nektek is mondom, hogy lehet puskázni, hogyha egy évnek veszünk 4,5 milliárd évet, akkor 10 perccel éjfél előtt már egy barlang a Düsseldorf melletti Neandervölgyben lakott. Egy átmeneti, viszonylag kellemesebb periódusban. 23 óra 52 perckor megkezdődik a jégtömegek átmeneti utolsó előrenyomulása. Az összefüggő jégtakaró egészen a Kárpátokig ér. 23 óra 56 perckor megjelenik a modern, magát bölcsnek gondoló ember.
23 óra 59 perckor olvadni kezd a jégtakaró, és gyakorlatilag a kezdetét veszi az emberiség kultúrtörténete. Véget ér a kőkorszak, és megindul a bronzkor. Még mindig nem tartunk egyébként az úgynevezett történelemnél, az írott történelemnél, arra még néhány másodpercet várni kell. 23 óra 59 perc felénél, 28 másodpercnél megszületik a Keops piramis. 22 perccel éjfél előtt él Ábrahám. 22 másodperccel. 20 másodperccel éjfél előtt Mózes bevési a törvényeket, Homérosznak nem volt jobb dolga, leírta az Iliászt és az Odüsszeiát. 14 másodperc előtt megjövő Krisztusunk, 10 másodperccel a nők nagy barátja Mohamed próféta. 3 másodperccel éjfél előtt egy talján, aki őrült spanyolnak képzelte magát, egy nem kevésbé őrült vállalkozás kapcsán elindul nyugat felé, hogy megtalálja Indiát. 2 másodperccel éjfél előtt a számunk 1-ről közel 8 milliárdra nő ezen a bolygón. Erről beszélni fogunk később. És az év utolsó másodpercében, immár az antropocénban, vagyis abban a korszakban, amikor az emberi a főszerep és meghatározó, sőt, hát úgy is mondanám, hogy bolygóformáló tevékenységével eluralja az egész planétát. Az emberiség elégeti az összes szén, gáz, olaj készletének és érc készletének a nagy részét. Olyan mértékben beszennyezi a bolygót, hogy az várhatólag alkalmatlanná válik majd a további legalábbis emberi életre. Hát itt egy hangyafaszányit álljunk meg, mert azt gondolom, hogy ez így, ezt lehet, hogy egy picit még emészteni kell. De ha egy évbe sűrítjük, akkor így néz ki az történetünk. Tehát tulajdonképpen minden, amit mi életnek hívunk, vagy ismert emberi történelemnek, az az utolsó perc felébe belefér. Tehát amikor alázatosságról beszélek, meg arról, hogy helyezzük el magunkat megfelelő módon a nagy képben, akkor valahol mégiscsak ugye az elején kiötített kérdés, hogy az ember bolygó, vagy a bolygó embere, talán inkább az utóbbiről van szó. De akkor most nézzük meg, hogy hogy is alakult ez a történet, és egy picit értsük meg azt az összefüggés rendszert, amiről sokat hallani ma mindenhonnan, de nem biztos, hogy egyértelmű és világos. Ehhez kezdjünk egy 500 millió éves skálával. Az nem egy olyan nagy idő, de már ugye érhető is. Ezen az 500 millió éves skálán hőmérsékletet látunk. És itt próbálom is segíteni. Ez mutatja, hogy nem kissé ingott még az elmúlt 500 millió, tehát fél milliárd év folyamán. Ott van a nulla. És azt azért ne felejtsük el, majd egy másik ábrával visszatérek rá, hogy bármilyen furcsa is, jelenleg a Földön jégkorszak van. A jégkorszak azt jelenti, hogy a Földön van jég. Az mindegy, hogy ilyen kiterjedés. Jelenleg a kainozoikumi eljégesedés 7. úgynevezett interglaciálisában élünk, amikor két nagyobb eljegesedési hullám között éppen kevesebb a jég a Földön. De mindjárt szintén kitérünk. Az egyik legfontosabb dolog, ami egyébként lehetővé tette az életünket és a civilizációt, az egy olyan dolog, amit nem is igazán tudunk megfogni, hogy miért és hogyan történt, mégis ez az ábra kitűnően rávilágít. Valahol az utolsó ezidáig, utolsó jégkorszak végén valami történt a hőmérséklettel. Az átlag, a globális átlag hőmérséklet egyszerűen stabilizálódott. Az azt jelenti, hogy a kiingása az plusz-minusz 1 Celsius fok között maradt. Ez a stabilitás tett lehetővé mindent, amit mi életként, emberi életként, meg civilizációként értékelünk. Mert hát valahol itt és erre kitérünk, jelent meg a mezőgazdaság, ami az emberi lét szempontjából az egyik legfontosabb lépés volt.
De nézzük csak itt ezt az összefüggést, ha egy picit itt memorizáljuk ezt az ábrát, még egyszer a hőmérséklet, akkor itt valami roppant hasonlót látunk, ez pedig a széndioxid szint. Az egyik legjellemzőbb és legfontosabb üvegházgáz, bár nem az egyedül. Nézzük csak, hogy egy ugyanolyan idős jelen milyen gyöngyűen ing-ving, mondjuk 10 000 évvel ezelőtt, lássuk csodán, mint a hőmérséklet, egy viszonylagos állandó szintet vett föl. És plusz-minusz nem volt nagy eltérés. Ez ilyen egyszerű. Ezek a dolgok összefüggenek, és ha nem nyújtunk volna bele, akkor ugye most más irányokat következnének. Itt a két ábrát nem túl eszétikus módon egymásra fektettük, de mégis tökéletesen mutatja, hogy ezen a részen egy olyan harmónia következett be, egy olyan nyugalmi állapot, ami lehetővé tett mindent, amit mi fontosnak tartunk. De belegyúltunk a gépbe, úgy is mondhatnánk, hogy szaladunk a palacsintában. Mert ez az egyenes vonal, ami jelenleg itt tart, hát az ENSZ legrosszabb forgatókönyve szerint, ezt business as usual-nak hívják, vagyis érdemben nem fogunk változtatni a dolgainkon. Ez az RCB 8.5-ös forgatókönyv olyan szélsőséges irányba tolja ki a Föld éghajlatát, ami kb. 3 millió évvel ezelőtt volt utoljára. Volt már ember, de talán még ne hívjuk annak, mert még nem jutott el arra a pontra, hogy összecsaptított két követ. De ezt majd később megértjük, hogy ez nem csak egy lehetséges forgatókönyv, és nem valami, amit véget ér, hanem sokkal inkább egy irány. Hőmérsékletre kivetítve ezt, amit az előbb mondtam, láthatjuk, hogy milyen íve van a dolognak. Utoljára ilyen üvegházgáz szint, ilyen széndioxid szint a pliocénban volt. A pliocén a pleisztocén előtti korszak, ez egy 3-5 millió évvel ezelőtti kor. Akkor nem igazán volt jég a Földön, és egy egészen más klíma uralkodott. De erre megint csak kitérünk később, itt nem feltétlenül arról van szó, hogy az igazi probléma, hogy olyan dolgok történnek a Földön, amik soha nem történtek meg. Itt az a legnagyobb probléma, hogy ezek olyan gyorsan történnek, és olyan léptékben történnek, ami nagy valószínűséggel még nem történtek ezen a Földön, de az biztos, hogy úgy nem történtek meg, hogy ember és civilizációja volt. És a kettőnek a találkozása nem biztos, hogy feltétlenül jó dolgot szül. Ez ennyi mutatja az utolsó olyan szintet, ahol annyi volt a széndioxid a levegőben, mint jelenleg. Ugye ez az 5 millió évvel ezelőtti pliocén korszak. Ez annyi mutatja azt, hogy hol állt két lábra a jószág. Illetve ez az a kor, az időszak, amikor elindult az úgynevezett neolitikum, vagyis a kőkorszak, a paleolitikum, ahol pattintott kőként, két követ összepattintva az ősember elindította az egyik leghosszabb időszakot, mert ne felejtsük el, hogy a paleolitikum egy olyan időszak, amiben az emberi történelem 95%-a zajlott. Tehát itt az arányok nagyon fontosak. És ezt majd igyekszem is szem előtt tartani. Ez az elmúlt 800 000 év. Én ezt szívesen hasonlítom szívritmushoz. Ezek eljegesedések, úgynevezett glaciálisok és olvadások, interglaciálisok. Most szintén egy eljegesedés után interglaciálisban vagyunk, tehát ha a szív úgy működik, hogy bújtuk, akkor itt egy tuk jönne hamarosan. Jelenleg egy leszálló hüllőágban vagyunk. De hát ha jobban megnézzük, nem egészen abban az irányba tartunk. Hűlni kellene, mégis 1950-ben, ami nem év szempontjából, de idő intervallum szempontjából egy fontos pont volt, akkor tartott itt.
a légköri szén-dioxid szintje. Jelenleg itt vagyunk. Ez nem összehasonlítható azzal, ami az elmúlt közel egy millió évben volt. És akkor megint gyorsaságról beszélek. Ez a ppm-nek nevezett fogalom egy fontos szám azt jelenti, hogy parts per million, vagyis hogy hány millió, egy millió légrészecskéhez viszonyítva hány millió szén-dioxid részecske van a levegőben. Ugye azt mondom, hogy 380 vagy 420, az az 1 millióhoz képest nem tűnik soknak, de nem is ez a fontos, hanem hogy milyen gyorsan jutott el a változás erre a szintre. Amit itt egy sötét mezővel jelölünk, hát az kvázi a Homo sapiens története. Bele is nyújt a rendszerbe. Az elmúlt 50 ezer év szintén egy kinagyított formája ennek, amiről eddig beszéltünk. Mondhatjuk azt, hogy ez a Homo sapiens, sapiens története, a kromanyoli ember, akik tulajdonképpen mi vagyunk, és két nagyon érdekes dolgot is mondok már kapcsolatban, itt jelent meg valahol itt, ezen a környéken. A Homo sapiens, sapiens két dolgot hoznak kapcsolatban. Az egyik, hogy igencsak intoleráns. Nem tűrte a konkurenciát, és le is gyalult mindent. A pleisztocén korszakban volt talán evolúciósan az egyik leggazdagabb időszaka a Földnek. Az úgynevezett pleisztocén megafauna. A mamutokkal, az óriás lajhárokkal, a kardfogú tigrisekkel. Ezeket a Homo sapiens sapiens kiirtotta. Ahogy kiirtotta a konkurenciáját is, eltűnt minden egyéb emberfaj. Persze mindegyikünkben csalott valószínűleg egy kis neandervölgyi vér, de nem tűrtük meg őket. A másik ilyen dolog, amit szintén abból az időszakból fedeztek fel először, az az ajándék és a gondoskodás megjelenése. Olyan csontvázakat találtak, amik láthatóan nagy, nagyon komoly sérüléseken mentek túl, de túlélték, mert begyógyultak a sebek. Ez pedig csak akkor működött, hogyha gondoskodtak róla. Mert hát azt megelőzően, ha az ember nem tudott lábra állni, akkor nem tudott elmenni vadászni, és akkor egyszerűen meghalt. De itt megjelent a gondoskodás és az ajándék szerepe, hogy amíg nem kap lábra, addig etetik. És ha belegondolunk, ez a két tulajdonság, ez mind a mai napig jellemez minket. Aki az enyém, az én klánom, a családom, sóborkom a jó barát, azok nem számítanak. Ez ott alapozódott meg. És ezt tartsuk szem előtt, mert alapvetően ez a szemlélet, illetve az, hogy mindent kisajtolunk a környezetünkből, amire szükségünk van, határozza meg elsősorban az irányt, amire tartunk. Legalább három nagy fő szempontrendszer van, ami miatt nem tudunk leszállni erről a vonatról. Az első és legfontosabb az ember és a szocializáció. A második az energia, a harmadik a folyamatok léptéke és gyorsasága. Az ember úgy szocializálódott, hogy mindent ki kell facsarni a környezetétől. Most, amíg van nekem, meg a klánoknak, többieket legyen. Ez az attitűd biztosította nem csak a túlélésünket, de láthatóan valamilyen szempontból a sikerünket is. Ezt hívják mismatch elméletnek, amikor egy tulajdonság, ami sikerre vitt egy fajt, egy megváltozott környezetben kontraproduktívvá válik. Lásd dodó madár, és gyakorlatilag a kihalását készíti el. Nem tudunk nem elvenni az asztalról, ami ott van, és azért lássuk be, hogy az a rendszer, amiben élünk, az kifejezetten szegényke ebből él, hogy vegyél még, kell még, vagy nem kell, akkor is vegyél. És mi elvesszük és el fogjuk venni egészen addig, amíg van. Nem tudunk tudatosan tömegek szintjén lemondani arról, hogy ne éljünk rengeteg műanyaggal, fosszilis energiával előállított végtelenben is egy energiával, ne repkedjünk a világ körül, mert megtehetjük, ha pedig megtehetjük, akkor meg kell tennünk. Ezért gondolom, hogy alapvetően nem feszíthetjük keresztre szegény embert, mármint az emberi faj
mert a többség szintjén ezt tudattalanul teszi. Na de akkor haladjunk csak tovább. Itt még egy ilyen érdekesség, ami szintén a hőmérséklet, de az elmúlt 10 000 évben. Ott állt be ez a történet, ott jelent meg a mezőgazdaság. Valami jóféle embernek eszébe jutott, hogy kevesebbet kell kajtatni azt a magot, amit egyébként megeszik, azt ott a kunyhó mögött dobja el, de az is lehet, hogy csak kipottyogott magától. A lényeg az, hogy rájöttek az emberek, hogy ezzel az energia megőrizhető, mert nem kell elmenni érte, hanem helyben terem meg, és ezzel tárolhatóvá is válik, de mindjárt kitérünk erre is. Milyen érdekes. Hát ez az egyik legfontosabb. Szerintem. Nagyon szerint. 10 000 évvel ezelőttől, vagy inkább úgy mondom, hogy 2 millió évvel ezelőttől 1800-ig 2 millió év kellett hozzá, hogy 1 milliárdra legyünk. Majd 200 év, hogy 8 óra. Ez mindennek az alapja. Egyszerűen a hiába hisszük, érezzük azt, gondoljuk azt, mondják azt nekünk, hogy az éghajlatváltozás a nagy probléma. Az éghajlatváltozás nem probléma, az lesz. Ez egy következmény. Az az emberi szennyezésnek egy következménye. Még ha a maga következményeivel a legsúlyosabb is lesz az életünkre, meg a bolygóra nézve. De ez nem a gyökérok. A fő alapvető probléma az az ember. És ebből a mentalitásából fakadó túlfogyasztás. Ecological overshoot. Nehéz ezt jól fordítani. Az, hogy el kell venni. Még és még. Tehát nézzük meg és egyezzük meg, jól lesz az árdát, mert sok ilyennel fogunk még találkozni. És ez egyenlőre nem áll meg. Ugye ez egy 19-es a 7,7. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni 3 évvel, akkor 2024 volt a 8 milliárdra megadva. Aztán 2023, ma már én szembesültem egy tévéinterjú kapcsán, hogy visszamondták, hát valószínűleg azért az december lesz, vagy november. Tehát 2022-ben, amíg ezt meg lehet határozni, elérjük a 8 milliárd. Én egyébként azt gondolom, ha ami nagy fordulat nem jön, akkor még megcsináljuk a 9-et is, de nem gondolom egyébként, hogy ennél érdemben tovább jutunk. Ez egy olyan vonal, ami az előzőt lehetővé tette. Egy rendkívül érdekes és nagyon fontos dologról van szó. Az EROEI egy rövidítés. Azt jelenti, hogy Energy Return on Energy Invested. Vagyis az az energia, amit el kell fetszölnünk arra, hogy megszerezzük azt az energiát. Tehát elmenjünk, felvadásszuk, megyünk. A természetben minden jószág így működik. Minden. És a természetben ez a szám 1 és 2 között mozog. Minden. Ha 1-hez közelít, az éhezést jelent. Ha 2-höz közelít, az azt jelenti, hogy tartalékok képződtek. Tehát túl tudok lépni a Maslow piramis legelső pontján, a létfenntartáson jöhet a fajfenntartás. Így működik a természet. Ebből a képletből csak mi szálltunk ki, de hogy az ábra mutatja, egészen érdekes módon is megtérjen. A mezőgazdaság megjelenésével az energia tartalékolhatóvá és később felhasználhatóvá vált. Ez azt jelentette, hogy olyan körülmények között is, amikor éppen nem volt, lett. De ezen túlmutatóan ennél még érdekesebb dolgot hozott létre, és tett lehetővé, specializálódást. Megjelentek olyan szerepek a közösségben és a társadalomban, akiknek nem az volt az elsődleges dolga, hogy előállítsák az energiát. Ez a szakosodás, ez egészen érdekes. Az egyszerű primitív társadalmakban, vagy inkább közösségekben 10-12 társadalmi szerep volt. Már azt nevezhetjük társadalmat.
Az ókori társadalomban, az összetettebb társadalomban ez már több mint 10 000 volt. 10-12 000 ilyen társadalmi szerep volt. Az ipari civilizációban több mint 1 millió van. Ez megint csak ugyanoda tér vissza, hogy energia. Tehát, 1 és 2 között mozgunk. A mezőgazdaság megjelenésével ez a szám lassan, de biztosan eljut 4-re. 5-6 000 év alatt. Majd a komplexebb birodalmak, Mezopotámia, Egyiptom, Róma megjelenésével a szám eljut 4-ről 5-re. Majd az azt követő 7 000 évben nem változik. Tehát teljesen mindegy, hogy Julius Caesar, vagy Rákóczi Ferenc, a világ ugyanarról szól. Majd azt követően a 18. század közepén, azzal, hogy megtaláltuk és kiaknáztuk a szénhidrogéneket, kőszemet, a kőolajat és a földgázt, ez a szám néhány évtized alatt, 1-2, 5-6 000 év alatt, 4-5, majd 7 000 évig ugyanaz, és ezt követően néhány évtized alatt jutott el a szám 5-ről 100-ra. Ez egy felfoghatatlan dolog, és ebben gyökerezik minden, ami lehetővé tette azt, amiről az összes többi ábra szól, és amiről a folyamat, amiben benne élünk, kialakult. Ezt a fajta energiatöbletet, ezt bármire fel tudtuk használni, és fel is használtuk. Elsősorban a Föld mindenféle ásványkincsének és természetes erőforrásainak, nem is a kiaknázására, a kizsákmányolására. Nem is tehetünk vele másképp, hiszen ugye, amíg az asztalon van, addig el fogjuk venni. Egy picit összefésültük az ábrát, na hát milyen érdekes összefüggések. Mindkettő fölfelmászik. Ez szintén az előzőekkel egy összefüggő ábra, ez az elhasznált szén, a karbon, de természetesen beletartozik mindenféle szénhidrogén. Az a döbbenetes benne, hogy nézzük meg, hol tart a széndioxid szint. Vegyük figyelembe, hogy a széndioxidnak és minden egyéb üvegházgáznak nagyjából 40-50 év kell ahhoz, hogy a légkörben kifejtse a hatását. Tehát az az 1,25 Celsius fok, ahol most tartunk, és a betyáros éghajlati és időjárási szélsőségek, amiben élünk, ez annak a hatása, amit a 70-es, 80-as években pöffentett. 70-es, 80-as években. És akkor gyorsan hozzáfűzöm, hogy a valaha elhasznált összes szénhidrogén felét 1990 óta durrantottuk. Az összes valaha elhasznált szénhidrogén 90%-át 1950 óta durrantottuk. Csúszunk lefelé, de nem is tudunk másképp csinálni. És akkor itt már ott van a jó öreg széndioxid, ami szintén érdekes módon indult át 390 hollandt, már 420 tájékán járunk. Ez a ppm, ugye a parts per million. Ezek a dolgok egy ilyen nagyon csúnya ábrán összefüggenek. Ha valamit akarnak, ezek egymástól rendesen összefekszenek. Tehát, hogyha még itt bármi látható ebből, akkor érzékelhetjük, hogy itt a népesség, itt az ROI, amiről beszéltem, és itt van a széndioxid. Az emberi túlhasználat és az ész nélküli szénhidrogén kiaknázás és felhasználás. Egyszerűen azt a mennyiségű szemet, ami évmilliók alatt kötődött meg a talajban, és évmilliók alatti napenergiát tárol, egy nagy akkumulátorra gondoljunk, azt néhány évtized, egy-két évszázad alatt leszűrjük. És azt a mennyiségű szemet, mert a szén mindig állandó olyan, mint a víz. Csak ami nekünk jó, ez a intervallum, ez benne volt a Földben. Most belekerül a légkörbe. És ezt is megértjük nem sokára, hogy ennek milyen hatása van. Ez egy másik nagyon érdekes, egymásra mászó ábra.
a kék vonal a népességet jelenti, a piros vonal a GDP-t. A GDP nagyon egyszerűen összefügg az életszínvonallal. Erről is szó lesz. De nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt ugye a kapitalizmussal van a baj, vagyis nagyon egyszerű, nem kell növekedni. És akkor megoldottuk a problémát. Na hát ezzel csak annyi a gond, hogy egy 2019-es adatot véve az akkori globális GDP növekedés az évi 2-3% volt. Tehát figyelembe véve, hogy az eldurrantott energiáknak még mindig több mint 80%-át fosszilis energiahordozókból állítjuk elő, ez azt jelenti, hogy 97%-a annak az energiának csak arra ment el, hogy minden maradjon így, ahogy van. Nem növekedtünk. Tehát a 97%-a, aminek 80%-a, több mint 80%-a szénhidrogénekből van, az csak arra szolgál, hogy fenntartsuk az életünket. Az se fér bele, hogy lebontsuk a McDonald's-ot, mert az is fosszilis energiába kell. Tehát, hogyha szeretnénk megoldást állni, akkor nyugodtan otthon kellene ülnünk, amíg minden körülöttünk szépen lerohad. Matematikailag az azt jelenti, hogy az első évben hatodára kellene csökkentenünk az életszínvonalunkat, majd utána minden évben megfelelszünk. Na, ezt most mindenki vetítse rá a saját életére. Kezdje el dobálni a telefonjait. Nem üljön be többet az autójában. Csak nem tudom, hogy mi az irreálisabb, megmondom őszintén. Ezt lenyomni az emberek torkán, persze költő kérdés. Vagy azt mondani Afrikában a négusoknak, hát tudjuk, hogy ti is szeretnétek, de föld szempontjából ugye ezt már nem lehet. Én azt gondolom, hogy egyik sem működik, valószínűleg nem is fog. Hát ez most már mindennél rondább ez az ábra, de mindent rátettünk, amit tudtuk. Azt hiszem magáért lesz. És akkor, hogy még tovább csúnyítsuk, van itt egy hőmérséklet. Ez szintén kicsi elavultnak mondható, 0,6, hát most valahol itt kellene lennie, hiszen 1,2 fölött van a globális átlaghőmérséklet, mert ugye ezt figyelembe kell venni, mert mindenki úgy gondolom 2-3, hát most akkor nem 31 fok lesz, hanem 34, volt már ilyen, de globális átlaghőmérsékletről beszélünk. És az, hogy 2-3-4-5 fok az mit jelent, azt talán jobban meg lehet úgy fogni, hogy az utolsó jégkorszak leghidegebb időszakában 5-6 fokkal volt hidegebb az átlagkörnyeséklet, mint most. Annyi, hogy most az ellenkező irányba indulunk. A létező legrondább ábra ez, akkor most mindent rátettünk. Tehát maradjunk abban, hogy az irány egyértelművé vált. Egy nagyon fontos fogalmat szeretnék itt bevezetni, vagy megvilágítani, az az élő hely. A mi esetünkben ugye ez a Föld, ahol próbálkozunk elég jó eredménye, mert ez relatív. Mindenképpen nagy hatása. Az élő helyen minden élő lény megtalálja azt, amit keres, de ugyanakkor, és ez különösen igaz, az emberre és az ipari civilizációra, minden egyes cselekedetünk, amit a saját létünk fenntartásáért teszünk, azzal lényegében éppen a saját létünk alapjait ássuk alá. Ez mindenre igaz. Ezt úgy hívják, hogy Seneca görbe. Nézzük onnan, hogy ez a vonal, ez a környezet eltartó képessége. Tehát magyarán, ma kaja, a növényevő van, meg mindenféle országok, a húsa. És akkor annyit fogyaszt ott az az adott lény, amennyit tud. Próbál tenni a többet is, csak annak nem lesz az ára. Abban az esetben, hogyha ideális körülmények állnak fenn, tehát létfenntartás, fajfenntartás, akkor minden faj fogyaszt. Mi sem vagyunk gonoszak. Csak egyszerűen tesszük, amit minden más faj. Próbálunk érvényesülni, és a legtöbbet kihozni az adott környezetből. Csak hát ehhez van egyfajta intelligenciánk, és egy kreativitásunk, leleményességünk, és egy olyan energiaforrásunk, ami soha más fajnak nem áll a rendelkezésére. Hát bizonyos szempontból ez nem egy szerencsés kombináció, de mindenképpen valamilyen szintű siker. Tehát szaporodunk.
de egy ponton eléri azt a szintet, azt a pontot, ahol már többet vesz ki a környezetből, mint amit a környezet a megújuló erőforrásaiba nyújtani tud. Na hát ezen ugye mi már rég túl vagyunk, mert már valószínűleg mindenki hallott az Earth Overshoot Day-ről, ami minden évben közelebb és közelebb jön. Ez azt jelenti, 1960-69-70 óta mérik, onnantól kezdve használtunk el többet, mint egy föld. Vagyis azt az energiamennyiséget és természetes erőforrást, amit egy év alatt a föld megújítva újra és újra elő tud állítani. Jelenleg 1,75 földet használunk el. Tehát magyarán a jövőt fogyasztjuk. Ez tavaly ugye Magyarországon még június 9-re esett, de én úgy tudom, hogy idén már májusban lesz. Vagy hogy mondjak még egy érdekeset, amikor országokat vetnek össze, egy átlag amerikai állampolgárt, egy átlag kongóival, akkor azt az energiát és erőforrást, amit egy kongói egy év alatt használ el, azt az amerikai január 1-én eldurrantotta. Tehát nem tudom, hogy hol és mikor fogunk eljutni a két földhöz, de határozottan közelítünk hozzá. Valószínűleg egyébként egy kicsit spoilerezek, mi már valahol itt tartunk. Tehát, a jószág boldog, szaporodik, zabál. Szaporodik, zabál. És nem veszi észre, hogy alulra kimegy a talaj. Nem tud már megülni a környezet, már az összes nyulat bekajálta, már az összes lombos füvet lelegelte. A Seneca görbe azt jelenti, hogy egy komplex rendszer, egy ökoszisztéma felépülése, de ilyen az emberi társadalom. Az idő és energiaigényes folyamat. Egészen addig a pontig, amit persze az ökoszisztéma nem tud, meg komplex rendszer, ahol eléri a csúcsát, ahol már kiette magáról minden olyan fontos nyersanyag forrás és ezt a környezetet, ami lehetővé tette a létét. És a Seneca görbe lényege a másodikban, hogy a lassú felépülés helyett a nagyon gyors zuhanás. Ehhez egy egészen érdekes példát szeretnék mondani, én nagyon szeretem. 1944-ben az Egyesült Államok hadserege egy hosszú távú lehallgató állomást telepített az Alaszka melletti Szent Máté szigetre. Elég zavarnak ott a körülmények. Abból a célból, hogy a japánok beszélgetését lehallgassák. Egy nagyon pici sziget volt, a katonák pedig biztos, ami biztos, ha nem jön meg az ellátmány, ledurrantanak egyet-kettőt, betelepítettek 29 darab rénszalmast. Ezen a szigeten, mert nagyon picike volt, ezen a szigeten nem jött semmilyen más gerinces. Nem hogy ragadozó, de még más növényevő sem. Viszont volt rengeteg fű, meg rengeteg zuzmó. És a rénszalmas nagyon szereti a zuzmót. De hát 44 végén járunk, néhány hónap múlva véget ér a második világháború. Katonák összecsomagolnak. Nem hajkurásszák a rénszarvasokat, hanem vár a család. Rénszarvasok boldogan nézték a távozó hajókat. 13 évvel később, 1957-ben valami tudósnak eszébe jutott, hogy vannak ott valami jószágok. És visszamentek megnézni. 13 évvel később a 29 darab rénszarvasból 1350 rénszarvas. Mindegyik jó, kövér volt, lusk, volt ott minden, ami nekik kell, biztonság, kaj. Összeszámolták őket, haza mentek. 9 évvel később mentek vissza, 1966-ban, akkor már helikopterekkel. Hát, a rénszarvasok már eléggé le voltak rongyolva, de 6000-en voltak. 22 év alatt, 29-ről 6000-re nőtt a szám. Nyilván le voltak pattanva, mert elfogyott a fű. A zúzmú már rég nem volt, és minden egyes falatér meg kellett küzdeni. Szó szerint a létükért harcoltak. Az emberek összeszámolták őket, hazamentek. Szűk másfél évvel később, 1968-ban tértek vissza, a szigeten összesen 42 darab rénszarvas élt. 41 tehén és egy terméketlen pika. Így aztán a 1980-as évekről ki is pusztultak.
ez a Szenekagörbe csúcsa, amit gyakorlatban látunk. Ez volt a szigetecske, és itt van a számunk. Ez egy elég, hogy is mondjam, plasztikus megfogalmazása és példája annak, ami egyébként ránk is várhat. Ezt most megpróbálom egy kicsit megvilágítani. De igyekezzünk megegyezni ezt a példát, mert azzal együtt is, hogy igyekszünk elfelejteni, hogy természeti lények vagyunk és a természet részét képezzük, ez bizony attól még így van. Tehát pici volt ez a sziget, de ne higgyük azt, hogy a miénk sokkal nagyobb volna. Keveset foglalkozunk ezzel, mert mindenki el van a maga dolgával, meg ha már eszébe jut valami, akkor inkább az éghajlatváltozás. De ha mégis gondolkodik az ember ezen a témán, akkor úgy van valami, hogy hát persze, majd textilzacskókkal megyünk vásárolni, meg elektromos autóval járunk, kicsit zöldre festjük itt-ott, akkor korrigálni kell. De alapvetően mindenki abban indul ki, hogy az, ahogy élünk, az a normálisnak, beszéljünk pedig naplegesnek, like, nagyon nonsens, hát, hogy az működhet és folytatódhat, amíg a világ. Hát, semmi nem áll távolabb a valóságtól. Ez itt egy nagyon fontos rész. Már említettem az elején. A létünket földi erőforrások teszik lehetővé. Ezeket alapvetően két nagy kategóriára tudjuk osztani. A megújuló természeti erőforrások és a nem megújuló természeti erőforrások. A megújuló természeti erőforrások közé tartozik a levegő, a víz, a talaj, mindenféle növények, állatok. Ha ezeket az erőforrásokat annál intenzívebben használjuk fel, mint ahogy képesek megújulni, az nem fenntartható 1,75 bolygón. Vannak nem megújuló természeti erőforrások, legalábbis emberi léptékben és időskálán nem újulnak meg. A geológiai időnek azt hiszem nem a mi világunk. Ezek közül, ezek teszik lehetővé az ipari civilizációt, még a másik csoport magát a fizikai, a biológiai létet. A nem megújuló természeti erőforrások közül 90 darab az, ami az ipari civilizációt lehetővé teszi. Ebből 3 szénhidrogén, 48 fém, a többi pedig fémmentes ásvány. Ezek az ipari civilizáció építőkövei. De térjünk vissza akkor a megújuló erőforrásokra. A víz. Azt gondolom, hogy alfa és omega, ha ez nincs, akkor más is. A Földön található víz 97,5%-a az óceánban van, tehát sós. Tehát a kis fennmaradó cseppecske, 7,5% az édes víz. Az édes víz 79%-a fagyott állapotban van. 20%-a a Földben van. Olyan mélységben, most arra gondoljuk, ahol a kutakat lefújják, mert az kvázi felszíni víz, hanem olyan mélységben, ahol nem igazán tudunk nagy léptékben hozzáférni, persze szennyezni tudjuk, meg hidermelni. Tehát a fennmaradó 1% a felszíni víz. Ennek a felszíni víznek 38%-a a talajban van. Tehát olyan halmazállapotban van, amivel nem tudunk mit kezdeni. És akkor itt még beszélünk arról, ami a légkörben van, bennünk van, mindenféle élőlényben. És 52 plusz néhány százalék az, ami tavakban és folyóban van. Tulajdonképpen ez az az édesvíz mennyiség, amihez hozzáférünk, és ami lehetővé teszi a mindennapi életünket. Ez körülbelül 42 000 köbkilométernyi víz. Ha ennek a cseppet így újjuk ügyesen, akkor itt látjuk, hogy ez az összes víz elfér ebbe a bolyóba. A Földhöz üzenítva, ez pedig az összes édes víz. Hát, sokan vagyunk rá, pedig nem olyan sok. A víz felhasználása, látható ezen az ábrán, a
háztartások az eldurrantott körülbelül 4600 köbkilométer víz 10%-át használják fel. Az ipar 20%-át és a mezőgazdaság 70%-ban felelős a víz felhasználásáért. Itt látható egyébként, hogy mire számíthatunk a jövőben, pedig ez csak a 20. századi emelkedést jelenti. A következő a talaj. Segíted egy kicsit, mert sok az írás. A föld felszínnek ugye 71%-a víz, óceán, 29%-a szilárd talaj, szárazföld. Ennek a 29%-nak a 71%-a lakható terület. Ennek a 71%-nak az 50%-át használjuk már most a mezőgazdasági tevékenységnek. Ennek az 50%-nak a 77%-át használjuk jószágok, haszonállatok táplálására. Vagy közvetlenül legelészik, vagy pedig termesztünk olyan növényeket, amiket aztán belüketetünk meg. A vízfelhasználásnak is egyébként a legnagyobb forrása. És mindössze 23% az, ahol olyan terményeket, növényeket termesztünk, amit aztán közvetlenül kifogyasztunk el. Ennek a 23%-nak 82%-a az, ahol a növényekből származik a bevitt energiák, a kalóriák. A fehérjének pedig szintén többségét, 63%-át növényekből állítjuk elő. Tehát látszik, hogyha azt nézzük, hogy mindössze a bevitt energia és kalória egy kisebbik, ötöde és harmada részről van szó, mennyi vizet és területet használ el a haszonállatoknak a fenntartása. Én nem vagyok vegán, elnézést kérek mindenkitől, csak a tényekre igyekszem felhívni. Jelenleg a mezőgazdasági termőtalajoknak, meg úgy általában a használható talajoknak 75%-a súlyosan degradálódott. Az azt jelenti, hogy kimúlt belőle az élet. Ha így csináljuk tovább, amit csinálunk, már pedig, ha nem teszünk pontot a saját sorsunk végére, akkor így fogjuk csinálni, mert nem tudjuk másképp csinálni, akkor 2050-re 95%-a lesz a talajnak gyakorlatilag értéktelen és halott. Hasonlóan érdekes az erdőírtás kérdése is. 75%-nak az világ erdőírtásának 75%-áért a mezőgazdaság felel. Ahhoz, hogy 2050-re megetessük az embereket, még 10 millió négyzetkilométernyi erdőt kell kiírtanunk, mondja nagyon, mint Kanada. Van rá 30 évünk megvalósítható. Ez szintén egy nagyon érdekes ábra, az ellentmondásra világít rá. Ugye hát etetni kell az embereket, mert egyre többen lesznek, olyan termőföldből, amiből egyre kevesebb lesz. Én nem mondom, hogy ez feltétlenül éhséghez vezet, de ha nem ez, akkor majd más fog. Ez egy érdekes FAO adat, ugye az ENSZ mezőgazdasági szervezete 2006-hoz képest 2050-re átlagosan 70%-kal több élelmiszert és kalóriát kell előállítani. Ugye ilyen körülmények között, persze most csak a földről beszéltem még, meg a fogyó mennyiségű használható vízről, meg a lerongyolódó földekről, még nem beszéltem arról, hogy ilyen egyéb problematikák léphetnek föl. De azért azt mégiscsak eldurrantom, hogy a bevitt élelmiszernek, az emberiség energia szükségletének 60%-át három növény fedezi. Rizs, kukorica és a búza. Egyébként a bevitt energia 75%-át mindösszesen 12 növény és 5 állat. 30%-a haszonállatoknak a kihalás szélén áll, bár erről ritkábban beszélgetünk. Ennek a három növénynek a fő, tehát 95%-ban a termőterületre az 4-5 nagy régió a Földön.
Észak-Amerika középső része, Brazília, Argentina, a rizsnek ugye India, Kína, Dél-Kelet-Ázsia, a búzát pedig elsősorban Oroszország Ukrajna. Tehát ez a Közép-Ázsiától Kelet-Európáig induló régió állítja el. Ezek az úgynevezett bread basketek, vagyis kenyérkosarak. 4-5 nagy régió. Erre van egy csodálatos magyar fogalom, úgy hívják, hogy multiple bread basket failure, ami azt jelenti, abból az esélyből indul ki, amire nagyon komoly lehetőség van az elkövetkezendő 5-15 évben, hogy ezek közül a 4-5 régió közül legalább 3-4 olyan szélsőséges időjárási körülményeknek az kitéve, ami gyakorlatilag tönkreteszi a termést. Vannak jelei, de ha ez komoly léptében megtörténik, akkor gyakorlatilag nem leszünk képesek az emberiséget ilyen létszámban ellátni megfelelő életben. Na akkor nem megszűnik az a fogalom, hogy agrár export, akkor majd megpróbált mindenki tartalékolni, akkor lehet, hogy egy kicsit később. Egyébként egy nagyon érdekes faladat szintén, science fictionben hajló, hogyha már olyan, akkor megszűnne az élelmiszertermelés, akkor, na és innen science fiction, hogyha az élelmiszerkészletek egyenletesen lennének elosztva a világon, akkor 103 napra lennének elegendő tartalékai. Ha bekajáljuk a használhatóknak félretett élelmiszertartalékokat is, akkor a napok száma 247. Hát és a húsikkal? Mert ugye beszéltünk erről, hogy milyen arányban viszi el a vizet és a termőföldet, ahhoz képest, hogy mennyi energiát és proteint állít elő. Azt azért lássuk, hogy 2050-re a húsfogyasztás 73%-kal, míg a tejfogyasztás 58%-kal fog növekedni. De azt gondolom, hogy már ezek is magukért beszélnek. Szóval a termőföldek 70%-a, 70%-a a használatok közvetlen vagy közvetett etetésére van használva. De akkor lássunk egyéb jószágokat is, hogy mi mindent csináltunk mi itt. A vadon élő gerincesek populáció, ez egy jó évnek tűnhetett 1970, mert 1970 óta, ugye onnan van Örtóvörsúté is, a vadon élő gerincesek populációja közel 70%-kal csökkent. Tehát annyival kevesebb a vadállatok mennyisége kilóra az elmúlt 50 évben 70%-kal csökkent. A rovarok populációja 10%-kal csökkent évente, átlagos szinten. Erről azért már gondolom mindenki hallott, hogy mi lesz velünk beporzók nélkül. Na, csak egy újabb adalék a globális élelmezési válsághoz. Ez meg itt egy kis kiemelés. Hát legrosszabb helyzetben ugye az édesvízi állatok vannak, de mindent megteszünk azért, hogy ez a folyamat gyorsuló ütemben haladjon. Ez szintén egy érdekes ábra. 10 000 évvel ezelőtt nem igazán voltunk jelentősek. Ma ez biomass, tehát testtömegre számítva. Azok a borzasztó veszélyes vadállatok, amik az életünkre törnek, 1%-ban vannak el a Föld. 67%-a a gerinceség testtömegének haszonállat. Felmaradó 32, az pedig mi vagyunk. Hát ennyit az arány. És még néhány szó az erdőkről. Gyakorlatilag az erdők harmadát elpusztítottuk, ennek a felét az elmúlt 100 évben. És évente 10 millió hektár tűnik el. Ez jól mutatja, mi volt 10 000 éve, és nagyjából hova tartunk most, és mit mire használjuk. Erről volt szó az előtt. De akkor csapjunk is a fogak közé a nem megújuló természeti erőforrásokkal. Ugye erről volt szó az előbb, most letudtuk a megújulókat, ezek a nem megújulók. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert nem azon pörgünk, hogy fizikailag létezünk-e, hanem ez a normális és megszokott életünk. Hát ez van, ez lesz. Hát, de nem tették meg. A nem megújuló erőforrások az építő kockái az ipari civilizációnak. Fosszilis energiák, fémek és nem fémes ásványok. Minden, ami minket körülvesz, az ebből készül. Az infrastruktúra, a gépek, a termékek,
Minden ebből állítunk elő. Ezért van az, hogy ez a valódi érték, természeti erőforrások. A következő értékszint az, amit előállítunk belőlük. És a következő abszolút mondva csinált dolog, az pedig a pénz, ami ugye semmit nem ér, csak egy közmegegyezésen alapszik, hogy ezért a valamiért kapunk széket, vagy fémet, amiből a szék készül. A fejlett életünknek ez az alapja. Amikor a kreativitásunk és a veleményességünk találkozott a szénhidrogénekkel, akkor elindult egy folyamat. Ezt angolul low-hanging fruitnak, vagyis a legalacsonyabban lógó gyümölcsnek hívják. Nyilván azt szakítottuk le először. Ugye beszéltünk itt az ROI-ről az előbb, ami felszaladt 100-ra. Mert az akkor szaladt föl 100-ra, mikor a Rockefeller oda csattintott a kalapáccsal, ez kibudjant az olaj. Nem kellett különösebben mélyre menni, egészen pontosan 21 méter mélyen találták meg az első olajlelőhelyeket. Tehát jó minőségű, széles körben elérhető, olcsón kitermelhető energiához és ásványkincsekhez jutottak hozzá, illetve jutott hozzá az emberiség. Ez azt jelentette a 100-as ROI, hogy egy energia befektetésével 99-et arra költöttünk, amire akartunk. Arra költöttük, hogy még jobban kizsákmányoljuk a Földet. Ez a könnyen megszerezhető energia, a könnyen olcsón elérhető ásványkincsek azt jelentette, hogy ezeknek a piacon is széles tere volt, könnyen elérhetővé váltak, könnyen megfizethetővé váltak. Ebből az következett, hogy rengeteg értéket állítottunk elő, olcsón, könnyen, gyorsan, olyan felhasználási formák, olyan felhasználók jelentek meg, akik korábban nem léteztek. És ez az olcsón, nagy mennyiségben előállított infrastruktúra tette lehetővé az emberi jólétet. A folyamatosan fejlődő emberi jólétet, aminek az eredményeképpen megjelentek a stabil politikai rendszerek, gazdasági rendszerek és társadalmi rendszerek. Ezt itt mutatja az ábra, ahogy gyorsul a felhasználás, úgy gyorsul az emberi jólét. Na, hát ez volt a régi realitás, a jelenlegi helyzet az, hogy a 20. század közepétől elhagyva ezt a pontot, amit már jellemzően magunknak tudunk, ez a körbe elkezd lefelé hanyagolni. Ami azt jelenti, és ezt itt fontos, hogy lássuk, amikor gonosznak bejegyezzük a különböző szénhidrogén cégeket, nem mintanában lennének azok, hogy most már nagyon magasan van a fán az a gyümölcs, amiért fel kell nyúlni. Vagyis rossz minőségű, ritkán, nehezen megtalálható és kitermelhető erőforrásokról beszélünk. Drágán kitermelhető erőforrásokról beszélünk, amik sok esetben be se hozzák azt a pénzt, amit ráköltünk. Ez azt jelenti, hogy a világpiacon nem csak nehezen elérhetővé, hanem drágán megszerezhetővé válnak ezek az erőforrások. Ez azt jelenti, hogy ebből kevesebb lesz, vagyis kevesebb értéket, kevesebb infrastruktúrát állítunk elő. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan romlani fog az emberi általános jólét. Ami azt jelenti, hogy egyre több lesz a bizonytalanság a politikai struktúrákban, a gazdasági rendszerekben, a társadalmi rendszerekben, ami egyszer csak azt jelenti, hogy nem tudnak a rendszerek tovább működni ezen a szinten, és összeomlanak. Ezért van az, hogy az államok támogatják a szénhidrogén cégeket, mert mi van akkor, hogyha nem tudják kitermelni? Hát nincsen olyan palagász cég, vagy palaolaj cég, amik hasznot termel volna valaha. Azért, mert megszoktuk, hogy van. Azért, mert megszoktuk, hogy megfizethető. Most majd figyelhetjük, hogy elkezdődik a folyamat, hogy már kevéssé megfizethető. Mert nem akarom lelőni a poént, de mégis megteszem. Alapvetően a két út, ami közül választhatunk, hogy magunk döntjük be az ipari civilizációt, vagy megvárjuk, amíg az magától következik be. Ezt a döntést már meghoztuk. Mindannyian. Itt egyenre láthatjuk, hogy a földtani, tehát a geológia által lehetővé tett bőség és az emberi jólét
az kéz a kézben emelkedett. Míg a szűkösség és a csökkenő emberi jólét, magyarán a nyomor, az szintén kéz a kézben jár. És ez egy nagyon érdekes ábra, ez azt jelenti, hogy a rendszer, amit felépítettünk, az ipari civilizáció, annak mindig több kell, több kell, több kell, még több kell. Ez természetesen táplálja az is, az a pavlovi kondicionált gondolatvilág, amiben élünk, amit az elmúlt 2-300 évben megszoktuk, hogy hát ez mindig is volt, mindig is lesz, meg akkor jár nekünk. Tehát ember nem igazán tudja azt elképzelni, hogy akkor most főleg önkéntesen egyre rosszabb és rosszabb lesz. Tehát van egy elvárás, ugye, emlékszünk a szemek a görvényre, ami folyamatosan megy fölfele. És van egy valóság, ami attól elkezd távolodni. Ugye? Rényleg? Na, ezen a ponton járunk most. Mert azt ne felejtsük el, hogyha még emlékszik valaki a globális 2-3%-os GDP növekedésre, ha csak azzal számolunk, akkor az azt jelenti, hogy a világgazdaság mérete az elkövetkezendő 20-30 évben megduplázódik. Ami azt jelenti, hogy ahhoz pontosan annyi energiára van szükségünk, mint az ipari forradalom óta összesen. Honnan szedjük az energiát? Ezzel most elfoglalkozunk. És akkor, hogyha a valóság hanyatlik, a geológiai valóság, hogy az elérhető nyersanyagokból egyre kevesebb, egyre drágább, egyre rosszabb minőségű lesz, úgy hanyatlik bizony az emberi jólét is. Ez egy nagyon érdekes könyv. Ilyen-olyan formában valószínűleg mindenki hallott róla. A növekedés határai. 1972-ben adták ki először, aztán 2004-ben újra fölülvizsgálták, már másodszor vagy harmadszor. Ez az úgynevezett római klub jelentése, de a Massachusetts-i egyetem mellett el tudjuk képzelni az akkori számítógépeket, de nagyon alaposan bediktáltak mindenféle elképzelhető modellt és paramétert, hogy mit köp ki a gép. Na hát a helyzet az, hogy ezt köpte ki. Itt látható ásványkincs, ipari termelés, népesség, élelmiszer, szennyeződés. Hát a helyzet az, hogy az elmúlt 50 év kizárta a különböző lehetőséget, összesen 12 modellt készítettek. Ezen a pályán mozgunk. BAU azt jelenti, hogy business as usual. Vagyis nem. Menjünk, hogy csináljuk valamit. Hát hogy mások csináljuk. A különbség, hogy itt azzal számoltak, hogy több nyersanyag lesz. Megduplázták a nyersanyagot. És valóban az emberi veleményességben a korlátlan előforrások lehetővé tették, hogy maximálisan kizsigereljünk mindent. Tehát több volt az, amit fel tudtunk használni. Ez viszont egy sokkal nagyobb zuhanás lesz. Lehetővé. Elkezd csökkenni, azért ajánlom neki figyelmére, 900, 2000, 2500, tehát most valahol itt járunk. Elkezd csökkenni a nyersanyagoknak az elérhetősége és a természeti erőforrásoknak mennyisége, miközben nő, ezt már láttuk valahol, miközben nő a népesség, folyamatosan nő a szennyeződés, és egyre kevesebb az élelem. Na hát, próbáljuk. 20, vagy 50, 30, ja. De akkor itt házasítsuk a szöveget, hogy mindenki emlékszik arra. Ugye ez a szarvasos cucc. Ez a jó öreg Seneca görbe, amiről beszéltünk. Ez az előző téma, ugye a nem megújuló természeti erőforrásokból. És ez azok ész nélkül felhasználásából következő korban. Ez pedig egy 50 évvel ezelőtti modell. Nem hiszem, hogy sok mindent hozzá kell fűznem, valószínűleg magáért beszél. Ja, bocsánat, azt nem mondtam, hogy szó sincs elég karlátváltozásról. Tehát azt még nem mondtam. Az ugye egy következmény, az ennek a következménye a szennyezősnek. De anélkül is eljutunk ide. És
ez nem egy olyan bicikli, amiről le tudunk szállni. Nagyon fontos, ha már élőhelyről beszélünk, mert akkor itt a hulladék és a szennyezés kérdése is meg kell, hogy jelenjen, mert ugye azt már néztünk, hogy ott van természeti környezet, a jószág kiveszi belőle, amit akar, amire szüksége, hogy energiát nyerje belőle, és hát aztán a végterméket is elhelyezi, ami optimális esetben azt jelenti, hogy belerondít, de azt egy normális természeti környezetben a biológia képes feldolgozni, abban a mennyiségben és abban a típusú hulladékban, amit mi állítjuk elő, többé már nem. Tehát energiát vesz fel, hulladékot helyez vissza. Na akkor három apróságít is legyen, három példa. Az első az műanyag. A számokat mindenki látja, évi 300 millió tonnától kárulni ki, az 50-es évek voltak közel 8,5 milliárd tonnát, ennek nagy része az óceánban landol, és 90%-a az óceánban ebből a 8 folyóból kerül bele. Ez szintén egy olyan adat, amit már valószínűleg mindenki hallott, ha BAU, business as usual, tehát így megyünk tovább, ahogy eddig, akkor nagyobb lesz az óceánban található műanyag tömege 2050-re, 28-ban, mint az óceánban található halak tömege. De egy harmada körülbelül a műanyagnak a föld alatt végzi, ugye elássuk. Ez két dolgot jelent, az egyik, hogy körülbelül 450-500 év, mire lebomlik, mivel a bomlását alapvetően az UVB sugárzás segíti elő, tehát a napfény, de ott nem ér ilyen. A másik, amiről kevesebb beszélünk, mert ugye vannak slágertémák, böfögő tehenek, meg gonosz turisták, akik repkednek össze-vissza. A föld alá temetett hulladék, tehát a hulladéklerakóknak az üvegházgáz kibocsátása, ahonnan kiáramlik, az megfelel a teljes légiszállítási ipar kibocsátására. De hát azzal nem foglalkozunk. Meg egyébként is mi csinálunk vele. És ha már műanyag, akkor itt van a mikroműanyag témája, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érinti. Ma már mindenhol megtalálható. Nem csak a táplálékláncban, minden, amit megeszünk, abban van. Itt mondjuk halakra példálózik, de mindenben van. Minden élelmiszerben van mikroműanyag, kimutatható. De mikroműanyag van a légkörben, mikroműanyag van a földben, mikroműanyag van a legmagasabb hegységek tetején is. Az Alpokban, a Himalája tetején is, bárhol kimutatható. Ezek olyan mikrorészecskék, amik egyszerűen bekerülnek a táplálékláncba, részünké válnak. Hát, hogy ez mit jelent, én nem részletezem, egyet mondok. A férfiakban 1970 óta olyan ütemben nő a terméketlenség, tehát az életképtelen spermiumok száma, hogyha ezt a vonalat meghosszabbítjuk, akkor gyakorlatilag az évszázad közepére ünnepelhetünk a magától elkészült gyerek. Gyakorlatilag legalábbis a termék a fejlett világban a férfiak terméketlenné válnak. Ennek alapvetően elsődleges oka a műanyagokból származó különböző mérgező anyagok. Másik barátunk a légszennyezés. 10-ből 9 ember ezt szívja be, negyedik legnagyobb halálok, 9 millióan halnak vele évente. De azért van itt a légszennyezéssel kapcsolatban egy másik dolog is. Ezek az úgynevezett aeroszolok, ezek szilárd részecskék. Ezek az ipari civilizációnak a szemete. Ez jön ki a repülőkből, a gyárból, az autókból, követőkból, mindenhonnan ez jön. Miközben az előbb láttuk, hogy milyen léptékben járulnak hozzá az egészségünk hanyatlásához, illetve a halálunkhoz, azért egy dolgot tartsunk szem előtt. Ezek a szilárd részecskék úgy viselkednek, mint egy napernyő. Közvetlenül vagy közvetetten, tehát akár önmagukban, akár a rájuk kicsapódó vízzel és felhőt alkotva, de nagyon nagy mértékben árnyékolnak és visszaverik a fénysugarakat, ezzel a többlet energiát a Földről.
de ugyanakkor fizikai nehéz részecskék, ezért ha megszűnne az utánpótlásuk, ezt 2001. szeptember 11-e után csodálatosan le tudták ellenőrizni, ugye hetekig nem lehetett repülni Amerikába, Hitler megnyomta a felszíni rendőrséget. Tehát magyarán, ha megszüntetnénk ezt a fajta kibocsátást, amit nagyon szeretnénk elérni, de ha megszüntetnénk, az gyakorlatilag összeomlással lenne egyenértékű, akkor az azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt, tehát hetek, hónapok alatt helyből, ne felejtsük el, az ipari forradalom óta 1,220-szal nőtt, 250 évről beszélünk, az átlaghőmérséklet. Itt hetek, hónapok alatt 1 Celsius fokkal tudna megnőni az átlaghőmérséklet. Ha ezt a nyakerdőt megkapcsoljuk magunk körül. És akkor üvegházgázok, mert hát fontos róluk beszélni, meg megérteni ezt az egész üvegház hatást. Az üvegház hatás az nem egy rossz dolog, az egy nagyon jó dolog. Ami azt jelenti, hogy a belső fény visszaverődik a bolygóról. De ezek az úgynevezett üvegházgázok, jellemzően széndioxid, de metán, dinitrogénoxid és a vízgőz, felfogják ezt az energiát. Bennük rezeg egy darabig, majd utána, amikor elhagyja, akkor nem tudni merre indul. És hát egy nagy mennyiségben visszatér a Földre. De ha ez nem volna, akkor a Föld átlag hőmérséklete a jelenlegi 15 plusz 15 Celsius fokról, illetve helyett mínusz 18 fok volna. Emlékszünk erre a kép? Hógolyóra? Hát itt jégkorszak volna a Földön, ha nem volna üvegházhatás. Csak hát ugye pont olyan léptékben volt üvegházhatás, ahogy az jó volt nekünk, meg jó volt mindenféle lénynek a Földön. Na hát ettől ügyesen kezdünk távolodni. Itt egy picit összevetjük azt, hogy mi is a kettő között a különbség. Tehát a normál ember nélküli üvegházhatásnál van egy energia egyensúly. Earth Energy Imbalance. Tehát nagyjából annyi pattan vissza, amennyi itt marad. De miután fölborítottuk ezt az egyensúlyt, sokkal több marad itt, mint amennyien itt kellene maradnia. Egészen pontosan 1998-ot, amit mérik, minden másodpercben 4 hiroshimai atombombányi energia ragad itt a Földön, amelyet nem kell. Ebből adódik a kérdésem, hogy nem égtűznék szarra? Hát hol van az a rengeteg energia? Hát erre is megvan a válasz. 93%-ban az óceán jár el. 93%-ban. És ha az óceán elnyeli, az azt jelenti, hogy melegszik. Ha melegszik, az azt jelenti, hogy jobban párol. Ha jobban párolok, akkor több víz kerül a légkörbe. Ami az egyik legagresszívebb üvegházgáz, tehát tovább üti a Földet. Kevesebb oxigént van az óceán, több széndioxidot nyelv. Na? Hát mi lesz a vízből széndioxid? Szénsav! Halott zónák jönnek létre az óceánban, ahol olyan savas, ne arra gondolom, hogy beleugrunk és eloldunk, de annyira megváltozik a pH érték, hogy állatok tömegei pusztulnak el, mert már nem tudják a létezésüket fenntartani. Emelkedő hőmérséklettel, savasodó környezettel nem tudnak megbirkózni, ahogy a korallok sem. A feedback loop és a pozitív visszacsatolás egy nagyon fontos folyamat, és ennek a legkézzelfoghatóbb példája az az északi sarkon. Az északi sark átlag hőmérséklete 2-3-szor gyorsabb a melegedése, mint bárhol másutt a Földön. Ez azt jelenti, hogy ahogy az hőmérséklet emelkedik, olvad a sarki jég. Ami aztán lehetővé teszi, amint elmondom, hogy ahogy még több energiát helyen el, és ezért még jobban melegedjen. Ennek az egyik eleme az úgynevezett albedó jelenség. Az albedó azt jelenti, hogy egy bizonyos felszín milyen mértékben nyel el, vagy sugároz vissza fény. Hát nem egy olyan bonyolult dolog, a fehér, vagyis a hó és a jég, azt körülbelül 90%-át visszaveri a fénynek és az energiának. A sötét, mondjuk a tengervíz,
ugyanennyi nagyjából 90%-át nyeli el. Tehát, ha eltűnik az északi sarkon a jég, az azt jelenti, hogy olyan ütemben fog melegedni az északi félteket, mintha a takarékról fölvennénk a lángot a fazén alatt. És van még egy nagyon fontos dolog az északi sarkon, ez pedig az úgynevezett, láthatatlan, de amúgy is bonyolult ábra, látens hő. Ezt nagyon egyszerűen úgy tudjuk elképzelni, hogy a poharunkba iszogatjuk a limót nyáron, tele van jéggel. Amíg egyetlen egy jégkocka is marad abban az itókában, addig a víz 0 Celsius fokos. Teljesen mindegy, hogy tele van, hogy az utolsó jégkocka van benne. 0 Celsius fokos a víz. Mert az az energia, ami befektetődik, elnyelődik abban, hogy a jégből vizet csinálja. De másképp megfogalmazva, az az energia, ami ahhoz kell, hogy 1 mg jeget 1 milliliter vízzé alakítson, ugyanaz az energia, bármiféle többlet nélkül, azt az 1 milliliter vizet 79 Celsius fokra képes felmelegíteni. Tehát, hogyha eltűnik az északi sarkról a jég, és azért ezt sokan várják úgy már, az azt jelenti, hogy legalább annyi energiát fog elnyelni az északi tenger, mint amennyit most visszaver, és ezt a jelenséget belekalkulálva, ez gyakorlatilag 25 évnyi üvegházgáz kibocsátás energiájával ér fel. Annak a hatásával. És akkor ezt tegyük hozzá, hogy a jégmentes északi sark valószínűleg erre az évtizedre várható. De ha olvad, és elsősorban Grönland, naponta 180 ezer olimpiai úszómedencényi jég olvad el és válik vízzé, a szárazföldi jég, tehát a gleccserek és Grönland növeli a tengerszintet, amit egyébként maga a hőtágulás is, nem a, az északi sarki, tehát nem a vízben levő jég, ugye Archimedes törvénye. De ahogy ez a rettenetes mennyiségű édesvíz bekerül az óceánba, okoz az, a tengerszint emelkedésen túl egy nagyon komoly problémát. Az életünknek az egyik legfontosabb fenntartó eleme, amiről nem is tudjuk, hogy létezik, ez az úgynevezett nagy óceáni szállító szalag. Mindenféle jószágok ezen utaznak, de azon túl ez a, az időjárási rendszerenket is fenntartja. Tehát a piros, ami a felszín közelében van, azok meleg áramlatok. A hideg, ami sósabb itt, az lent van a mélyben. Itt nagyjából, itt történik meg a sarkok közelében a hőcsere. Tehát az, hogy, hogy a Brit-szigeteken, ugye tél sincs, meg nyár sincs, én csak tudom, az azért van, mert a golfáramlat meleget szállít oda. Azzal, hogy felhígul, tehát itt nem tudja leadni a hőt, nem válik sósabbá, nem merül le, azt mondják, stabilizálódnak az óceáni áramlások, hát ez úgy jól hangzik, nem? De nem. Ez azt jelenti, hogy lelassulnak, és egy legrosszabb esetben meg is állnak. Ez önmagában azt jelenti, hogy ha nem lesz ez a fűtőhatás, akkor gyakorlatilag Nyugat-Európa mezőgazdasági tevékenységre alkalmatlanná válik. Magyarán éhínség lesz, de ez már szóba került más szempontból. És ha már igazán fontos időjárási jelenségekről beszélünk, akkor ez az, amiben benne élünk. Itt két fogalmat mutatnék be, ez az egyik az úgynevezett polar vortex, ami itt kering az északi sark fölött, és a jet stream, ami lényegében egy légáramlás. Ez egy oldalmetszet, nagyon egyszerű, nem vagyok fizikus, meg vagyok a kollégámnak, ahol melegebb van, tehát ahol nagyobb szögben érik a napsugarak a földet, az egyenlítő környékén, ott melegebb a föld. Ott jobban felmelegszik a levegő, magasabbra tud feláramlani. Majd elindul a hidegebb felé, ahogy lehűl, és leáramlik. Ezt látjuk itt. Tehát ha itt fölülnénk rá, és elindulnánk az északi sark felé, az olyan volna, mint egy csúszda. Kevésbé tud felfele menni, mert hűl maga a föld felszín, tehát kevésbé tud felmelegedni a levegő. Ez a fajta beosztás
teszi lehetővé azokat az északról délre változó éghajlat és hőmérsékleti jöveket, amit mi megszoktunk. Itt látható az egészséges rendszer, ez az úgynevezett jet stream, itt. Ez körbe-körbe áramlik, és mint egy gyűrű fogja az északi hideg légtömegeket. De ahogy egyre melegebbé válik az északi sar, megszűnik ez a cirkuláció. Ez azt jelenti, hogy szétesik a jet stream, és miközben léte vége felé lődörög, mint egy amőba, ez azt jelenti, hogy a hideg légáramlatok lefolynak. Míg a forróak fölmennek. Ezért van Szibériában, meg Spanyoliában 32 fok, Texasban meg lefagynak a légturbinák, meg az emberek. Mert olyan helyen jelenik meg a hideg, meg olyan helyen jelenik meg a forró levegő, ahol nem kellene. És nem tudom, ki mindenki emlékszik rá, tavaly februárban 19-én környékén volt 19 fok, kénytelen voltam le is írni, mert zavaró volt, akkor a ökológus kollégám azt mondta, hogy jegyezzétek meg ezt a telet, mert most mutatta meg az éghajlati rendszer először, hogy vége van, szétesett. Hát nem tudom, emlékszik-e valaki, de úgy volt 12 fok, hogy kedden plusz, csütörtökön meg mínusz 12 fok volt. Hát most mi az öreg ördög van itt? Hát ez, hogy lötyög össze-vissza, és ahogy így csapódnak a légtömegek jobbra-balra, ahogy a karja egyszer itt van, másszor ott, tehát itt egyszer a meleg részben vagyunk, egyszer a hideg. De ha ez egyszer teljesen szétesik, akkor onnantól kezdve nem is igazán tudjuk, hogy mire számíthatunk. És még egyszer a jó öreg széndioxid mindössze annyit, hogy itt két utolsó jégkorszak végét láthatjuk, hogyan emelkedett meg én ezrelek alatt a széndioxid szint is hova, meg azt, hogy hogy állunk most. Persze nem, mert valahogy ilyen világítanom, mert nem 123, hanem 420. De ha a széndioxidról van szó, párosítsuk hozzá a hőmérsékletet. Ez megint egy olyan érdekes ábra. Mennyi idő alatt, ez itt 6800 év, milyen hőmérsékletre változott meg a klíma, és ez milyen arányú kihalást okozott. 252 millió évvel ezelőtt 8 fokot emelkedett a globális átlag hőmérséklet 80 ezer év alatt. A tengeri élőlények 96, a szárazföldi élőlények 70%-a kihalt. 201 millió évvel ezelőtt 400 fokot emelkedett 10 ezer év alatt. Hát közel 80%-a az élőlényeknek kihalt. 56 millió évvel ezelőtt 500 fokot emelkedett 5000 év alatt. Szintén kb. 80%-os kihalás volt. Ja, ezekről beszélünk évtizedekre. Most itt tartunk. És ha csak úgy tovább rajzoljuk, hát akkor jövünk ide. Ugye ez az ENSZ jelzése, hogyha csináljuk, ahogy eddig, akkor ez vár. Én ugyan szintévesztő vagyok, de ez nekem is eleget mond. Ezek globális átlagkörbérsétek. 1850-től 2019-ig. Éves globális átlagkörbérsétek. Gondolom, hogy bármit hozzá kellene fűzni. És akkor végül, ami ezt az egészet működteti, az az exponencialitás. Mert Tellerede bácsi azt mondta, hogy az emberiség egyik nagy zsákutcája, ami elhozza a végét, hogy sem értelmileg, de főleg érzelmileg nem képes megérteni és feldolgozni az exponencialitás fogalmát. Mert az ember lineáris lény. Ezt szoktuk meg. Abba volt tegnap, el van ma, az alapján holnap nagyjából az lesz. De hát az exponencialitásnak ez semmi köze. Gondolatkísérlet. Egy petri csészében baktériumok vannak, percenként megduplázódnak. Egy óra alatt megtöltik a petri csészét. Akkor tele lesz. Kérdés, hogy hány perc már lesz félig? Ez nem vizsga. Mindenki gondoljon valamit. A petri csésze félig baktériumokkal az 59. percben van. Nem a 30-ban. Az 59. percben. Minden egyes percben megduplázódik a szám.
Na most, ha ezt tovább gondoljuk és kérdési formáljuk, akkor pörgessünk egy kicsit vissza. Hogy melyik baci lenne az, aki úgy látja, hogy itt nagyon nagy probléma van, amikor a Petri csésze 97%-ban üres az 55. percben. 5 perccel a műsor vége előtt. Na, hol itt a gond? Hát itt tartunk most. Ez az exponencialitás. A kollégám kedvenc példájával élve, ezt aztán végképp nehéz azt elképzelni. Egy ilyen papíron gondolkodjunk, csak kicsit nagyobb a szárnyal a fantázia, olyan nagy a papír, hogy akárhányszor hajtogathatjuk. Meghajtom egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Ez körülbelül olyan 6-8-szor lehet, hogy fizikailag kézzel meghajtom. Ezt a papírt 14-szer kettéhajtom, olyan magas lesz, mint én. Ezt a papírt, ha 14-szer össze tudom hajtani, olyan magas lesz, mint én. Ha ezt a papírt 17-szer képes vagyok összehajtani, már olyan magas lesz, mint ez a ház. A föld. Ha ezt a papírt 45-ször össze tudom hajtani, elérem a holdig. És akkor állunk Armstrongik mellett, és eldöntjük, hogy hazamegyünk, mert akkor még egy hajtásból otthon vagyunk. 45 hajtásból voltunk a holdon, 46-ból otthon vagyunk. Vagy megyünk tovább. És akkor az 50. hajtásnál a napnál vagyunk. De a 49-nél vagyunk fél úton. Szóval nehéz dolgok ezek. És bár az elején azt akartam mondani, hogy aloha, mert ez Hawaii-ig azt jelenti, hogy szeretet és törődés. A végén mindenféleképpen szintén Hawaii-ig szeretnék elköszönni, miközben mindenkinek az exponenciálás kapcsán lebegne a szem előtt az a sok-sok ábra, amit eddig láttunk. Ez pedig úgy szól, hogy Tao Powaki. Nekik mindenre van szavuk. End of the world as we know it. Vagyis a létező világunk vége, ahogy ismerjük. Nem gondolom, hogy ennek alapvetően kellene befolyásolnia a mindennapjainkat. Nem gondolom, és nem is mondom azt, nem szeretem, amikor megkérdezik, hogy mit kell másképp csinálni. Szerintem nem kell semmit másképp csinálni. Azon érdemes elgondolkodni, hogy mit érdemes másképp csinálni. Vagyis, ha veszük a fáradtságot, hogy megismerjük a minket körülbelül folyamatokat, megértsük az összefüggéseket, és ami a legfontosabb, hogy az a végeredménye milyen hatással lesz a mi életünk. Mert ezért szegényeges medve, de legyünk már őszinték. Hát mindenkit az érdekel, hogy mi lesz velem, mi lesz a családommal. Ha vesszük a fáradtságot és az időt, nem tudunk megspórolni. Hogy megértsük, mi áll előttünk, akkor bár megpróbálhatunk rá felkészülni, de alapvetően csak ezen az alapon hozhatunk meg igazán őszinte és fontos döntéseket az életünkkel kapcsolatban. Mert én hiszem, hogy az életével kapcsolatban dönthet bárki bárhol. És ez nem jó vagy rossz, hanem az a döntés az az övé. Kevésbé a szív. De ez csak akkor teheti meg hitelesen, ha őszintén és tisztán szembenézett a valósággal, és az alapján dönt így vagy úgy. Mert ahogy a folyamatok kibontakoznak majd a szemünk előtt, hogy egyre többen fognak kérdéseikkel, vagy adott esetben kétségbe esve fordulni hozzá. És hogy akkor hányan vagyunk, akik támaszt jelenthetnek a másiknak, az bizony sorsdöntő lehet. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Balázs, kérdésed? Jó, természetesen. Csak határszünetet vettem. Bárkinek bármilyen kérdése van, ha kérdése van, akkor azt kérem szépen tegye fel. Azt igen, nem ígérem, hogy válaszolni is tudok rá, de azt biztosan, hogy megpróbálom. Parancsoljon. Bocsánat. Nehéz megszólalnom, mert az én gondolkodásomban is bemúlt az, ami a legtöbb emberében ment van, hogy kis ember vagyok én ahhoz, hogy tudjak valamit tenni. Változzon a világ körülöttem, és olyan irányba, amilyen irányba az ember már kicsit tudatosult, mármint szedett össze valami olyasmi tudást, amiben úgy gondolja, hogy lehet, hogy más irányba kellene haladni. De most valahogy azt éreztem ezzel az utolsó mondattal, hogy akkor nem vagyunk még olyan kicsik ahhoz, hogy mi így ebben a formában, ebben a létformában, ebben az egyéniségünkben mi is tudunk valamit tenni, ha ezt egy picit kifejteni. Köszönöm a kérdést. De természetesen nagyon kicsik vagyunk. Amikor egy picit, bár ez nem ritkán fog belőle, hogy maga alá gyűl ez a dolog, akkor meg szoktam nézni a YouTube-on ilyen videót, ahogy csillagokat, meg bolygókat hasonlítanak össze, és akkor ide méreteket, és akkor megnyugszom. Mert olyan, hogy fontos, ez önmagában egy értelmezhetetlen fogalom. Egy dolog fontos, csak mindig egy másik dologhoz mértem lehet. Hát igen, nagyon picik vagyok jelentéktelnek, és ezt próbáltam érzékeltetni időben is, azok vagyunk. Egy év versus fél másodperc. És én személy szerint azt gondolom, hogy így mi egyének nem igazán tudjuk a világunk forgását más irányba kormányozni, nem beszél erről, hogy ez olyan, mint egy óceánjáró. Tehát ha nagyon tekernénk, akkor is eltelne bőven idő, mire elfordulna bármilyen irányban ez a hajó. Ezt például azzal támasztom alá, hogy ez a személyes karbonlábon, éj, zöldben, meg kiszámoljuk, hogy akkor te most nem biciklivel, hanem terem autóval, a szégyenban. Ez a BP-nek egy 2005-ös reklám marketing kampányából származik, tökéletesen működik ugye a bűntudatkeltés mind a mai napig. Na, ezt vegyük figyelembe, hogyha egy ember, bármelyikünk, bármilyen elkésnünk, az, aki most születik, egész élete folyamán, mondjuk 70 év alatt, lemond mindenről, aminek közvetlenül vagy közvetetten üvegházgáz kibocsátása van, tehát gyorsan tegyük hozzá mindenről, akkor 70 év alatt kiméri meg a légkört annyi üvegházgáztól, amennyit csak a globális energiaszektor egy másodperc alatt pumpál bele. És akkor nem beszéltem arról, hogy ugye a nagy zöldségszámítások kapcsán már 1997-ben a Kyoto-i egyezményben, természetesen az Egyesült Államok kérésére, kikerült a számítási alapból a világ hadseregeinek a karbonlábnyoma. És akkor most ehhez is gyorsan tegyük hozzá, hogy csak az Egyesült Államok hadseregének az üvegházgáz kibocsátása, az megfelel a 195-ből az alsó 148 ország üvegházgáz kibocsátásának. De ezzel én nem azt akarom mondani, hogy azt semmiképpen nem akarom mondani, hogy dőljük a kartunkba. Ugye fel volt vetítve a mély alkalmazkodás gondolatköre. A Jan Bender professzor, aki ezt útjára indította, aztán elmenekült a rá visszagördülő óriás hólabda elől. Úgynevezett 4R fogalommal igyekezett rávilágítani, hogy mik azok a kérdések, a fogalmak, és abból eredő kérdések, amiket tegyünk fel magunknak. A felkészülés és az alkalmazkodás folyamatában. Ami egyfajta iránytű is. Ugye az angolul R rövidítése. Az első a reziliencia, ellenálló képesség, vagy inkább megtartás. De ezt ugye, ezt fárasztó végig kell gondolni.
De vegyük számba, hogy mik azok a dolgok az életünkben, a személyes életünkben, amit nem szeretnénk elengedni. Semmilyen áram. Mert azoktól a dolgoktól vagyunk azok, amiket szeretnénk megtartani. De ehhez rögtön jön a második, hogy mik azok a dolgok, amiket el kell engednünk. Pontosabban jobban járunk vele, ugye ez az elengedés, hogyha még önmagunktól tesszük le, mert csak lassítaná és hátráltatná, nehezítené a felkészülés és az alkalmazkodás folyamatát. A harmadik el az úgynevezett visszahozás. Mik azok az ismeretek, amikre szükségünk lehet, amik segítenék ezt a folyamatot, és az őseink, vagy még inkább a nagyszüleink ezeknek tudatában és ismeretében voltak. Na de hát többségünk ma már, legalábbis az én korosztályom biztosan a fiatalban még kevésbé, mit tudnak csinálni a saját két kezükkel. Vannak itt kivételek, ezt tudom. De az emberek többsége nem. Tehát ezeket az ismereteket újra meg kell szereznünk. De a negyedik és legfontosabb, amit később jött hozzá, és személyes kedvence, én is így vagyok ezzel, ez a reconciliation, ez a megbékélés. Vagyis mik és kik azok, akikkel meg kell békülnünk, amikor szembesülünk a saját mulandóságunkkal. Mert úgy érzem, hogy bármit teszünk, úgy egyébként is, de ennek kapcsán megválne. Mindennek ezen az alapon kell nyugodnia. Hogy szembesültünk vele, le tudjuk tenni a tagadást, mert ez, a tagadás nem csak azt jelenti, hogy ez hülyeség. De ha majd a technika megoldja, nem is olyan nagy probléma, ez majd valaki megoldja, ez mind eltolása problémának. Egy analógia, de valahol megállja a helyét. Ugye a Elizabeth Kübler-Rossfield, a gyászfázisok, tulajdonképpen itt is gyászról van szó, már a klímagyász, egy külön fogalom, de hát végülis nem a klímagyászoljuk el magunkat. Ugyanezeken a stációkon halad végig. És akkor tudunk igazán értékes, és szerintem akkor legyen az a válaszom, értékes, teljes, jó életet élni, hogyha minden gondolatunk és cselekedetünk mögött szeretet van. És nem egy elmond fogalomra gondolok, hanem megért szeretet. És ennek az alapja az, hogy őszinte vagyok. Mondom, baromi nehéz. És hát a legnehezebb része, hogy magammal vagyok őszinte. Ismerem magamat. Nem hazudok magamnak. Mert csak ezen az alapon tudok aztán őszinte lenni másokkal. És egy őszinte emberrel sok mindent lehet kövér rúgdosni, de sarokba szorítani, nem. Ez vagyok. Így csinálom. Ezt tudom. Ezt jó szívem. És hogyha ez van mögöttünk, ez van minden cselekedetünk mögött, akkor ezzel a szeretettel igenis tehetünk. Vagy ahogy a kollégámat, aki fizikus, tehát sokkal értelmesebben tud beszélni, ő úgy gondolja, hogy a valódi üzenet, amit ezzel át tudunk adni, nem az, hogy hogy tűnik a dolgot jobbá. Nem igazán tudjuk jobbá tenni. Saját mikrokörnyezetünkben mindenféleképpen, és el is kell követnünk, és nagyon szívesen beszélgetek erről, vagy válaszolok erről, mit tudunk egyébként tenni, vagy mit érdemes. A lényeg, hogy valamit csináljunk az a pszichének kell. De nem az a kérdés, hogy hogy tehetjük a dolgot jobbá, hanem annak a megértése, hogy az ember és az emberiség mindig és minden körülmények között képes arra, hogy a dolgokat drasztikusan rontsa, hogy sokkal rosszabbá tegyük azt a helyzetet, amiben vagyunk. És hogyha ezt el tudjuk érni, hogy ez ne így legyen, vagy ne rontsunk rajta annyira, hát higgyék el nekem, hogy az már nagyon sokat számít. És nagyon gyakran bélyegeznek minket, ugye, ilyen alávágó szektának, meg elbizonytalanítjuk az embereket, meg passzivitásba toljuk, meg depresszióba, én ezt nem így gondolom. De, és ez ugye Bender professzor megközelítése, a társadalmi összeomlás. Mert hát, amit igazán tartunk, amit meg tudunk fogni, az nem az, hogy szegény országok elhullanak, hanem megint csak, hogy ez van. Vagyis az a rendszer, amiben élünk, a társadalom, a gazdaság, a társadalom, az emberi közösség, az emberiség, ezeknek az ismert rendszereknek a széthullása egyébként, valószínűleg dominó-szerű széthullása. Na most, mitől félünk?
egy társadalmi összeomlás kapcsán inkább. Hát én gondolom, hogy a káosztól. Öreganyám mindig azt mondta nekem, hogy fiam, százszor inkább háború, mint forgató. Ő végig csinálnának mindkettőt. Nem mintha aktuális kérdés háború annyira baba volna, de elvileg valamiféle szabályrendszer működikben forradalomban nincs. Ott nem tudja, hogy mi volt, meg azt sem jelszik a közepáncban. És itt is ettől tartunk, én úgy érzem, a káosztól. És mi okozza a káoszt? Hát rengeteg pánikba esett ember. Akik nem tudják, hogy merre vannak arca, hogy kerültek ide, mi a jó franc történik most egyébként, és most mit is kellene csinálni. És akkor hirtelen, pánikból, érzelmekkel hoznak meg nagyon fontos döntéseket, általában rosszul. Tehát, hogyha ez az egésszel, amivel itt szó van, az, hogy átöleljük ezt a témát, megismerjük, értelmileg és érzelmileg feldolgozzuk, megbékéljünk vele, és ezen az alapon éljük az életünket úgy, hogy felismerjük és megbecsüljük azt, amink és akik vannak körülöttünk, magyarán megint azt mondom, szeretetben éljük az életünket, ha ez már önmagában egy elérhető cél, amiből azt fakad, hogy abban a pillanatban majd kevésbé és kevesebben esnek pánikba, és ezért egy picit józanabbul hozzák meg a döntéseiket, az azt jelenti, hogy kisebb lesz a káosz. Ami azt jelenti, hogy a rendszer, amiben élünk, tovább maradhat fenn, ezért tovább marad energiája arra, hogy ezt a káoszt egy picit megpróbáljuk összerendezni a mi érdekünkben. Tehát, hogyha valamit tehetünk, akkor azt gondolom, hogy ez. A legfontosabb, hogy szeressünk magunkat, szeressük a környezetünket, becsüljük meg azt, amivel ne ártsunk, az azért már valami. Tehát én szeretőre gyűjtöm a hulladékot, de nem érzem, hogy sokkal többet tudnék, tehát nem fogok megfeszülni. Mert örömmel szeretném megélni az életemet. És hogyha ez a élni és élni, ami működik, és szeretettel működik, akkor azt gondolom, hogy már megtettük, hogy megtettük. Remélem, válaszoltam. Az Úr jelent között. Igen, bocsánat, az elején lemaradtam a beavatkozással, és egy kicsit ilyen személyes kérdésem van, amit lehet, hogy nem is fogok tudni választani rá, és nem is sértődök meg. A kérdésem az volt, hogy van egy gyermeke, és ha van gyermeke, ajánlanám neki is, hogy ő is legyen majd szülő. Ez most csak így az egész átterében, mert amit meghallottunk, és elfogadtunk, és én is ebben teljesen egyetértek, tehát semmi ellenkezést nincs bennem, csak felmerül bennem egy ilyen nagyon kemény érzés, hogy ha mi már föléltük a jövőt, vagyunk-e olyan arcátlanok, hogy ezt továbbadjuk azért, mert nem tudom. És akkor mindenki nem mindenki tudja, mit tudja. Ezt a kérdést köszönöm, csak igazán, mert rendszeresen megkapom. Amikor emberek a kvázi befektetési tanácsok kérnek tőlem, hogy most ezt eladjam, hogy megvegyem. Arra is azt mondom, hogy tehát ezt senki épeszű ember nem fogja felvállalni, hogy helyette döntsön egy ilyen léptékben, csak azt tudom mondani, hogy ismerd meg a folyamatokat, a következményeket, amennyire csak tudod, és az alapján hoz egy döntést, ami nem jó vagy rossz, hanem tiéd. Na de ha ezzel a kapcsolatban úgy vagyok, akkor mit tudok mondani az olyan kérdésekre, amit megtalálnak, hogy akkor most mondjam meg, szívják gyereket vagy nem. Te, én erre nem tudok és nem is fogok válaszolni. Nincsen gyermekem, ennek számtalan oka van, de az is benne van. Nem tagadom, hogy hát ez a bort és vizet, ez kicsit furán lenné ki magát, de akkor is döntöttem volna így, mert ismerek olyan embereket, sőt, már említett fizikus kollégám, nem szülő, nagypapa. És kevés embert ismerek, aki nála kiegyensúlyozottabban, meg megbékültebben kezelni ezt a kérdést. Ez azért is nagyon fontos ez a téma, mert ha megnézzük a statisztikai átlag életkorunkat, akkor én bátran kijelentem, hogy meg a cifra dolgokat fogunk látni. De az igazán megváltozott élet, az a gyermekeinket, meg az unokáinkat fogja érinteni. És itt most gyorsan beletűzöm, hogy a tegnap előtt kijött 6.
Science IPCC jelentés, bár nem szokása, de itt nagyon egyértelműen fogalmaz. Az életünk, ahogy megszoktuk, akár a felismerhetetlenségünk is megváltozhat, mielőtt egy ma született gyermek eléri a 30. életévé. Nem gondolom, hogy ennél egyértelműbben lehet fogalmazni. És mind a mellett, hogy egy hiteles testület teszi meg, egy olyan testület, aki arról híres, hogy mindig konzervatívnak, mindig alálövi a lehetséges következményeket, és a következő jelentése arról szól, hogy alábecsülték a múltkor. Azt tovább jutottuk. És mivel a legfontosabbról van szó, az utódainkról, én alapvetően nem a mulasztás, hanem a bűn kategóriába sorolom, pedig nem ők ítélkező típus, azt, hogyha ha őket illúziókban tartjuk. Mert ahogy a mások szerelmétett kollégámra hivatkozok ismétül, azt mondta, hogy itt a nagy kérdés az, hogy mit hagyunk a gyermekeinkre örökül. Ez egy fontos az is, hogy hány oldat, de itt elsősorban a szemléletről beszélünk. Milyen olyan tudással, emberi értékekkel, érzelmi, értelmi arzenállal ruházom föl, ami majd lehetővé teszi a számára, hogy egy alapjaiban megváltozott világban és körülmények között élhetőbb életet éljen. Az esélyt megadni neki. Nem mondom át, hogy szettik, de a mély alkalmazkodás alapjain indítottunk el egy kezdeményezést, aminek Cassandra program a neve. Ugye Cassandra az a trójai hercegnő volt, aki belezúgott Apollón. Szerelméért cserébe a hölgyike azt kérte, hogy lássa a jövőt, azt meg is kapta, de aztán mégis dobta az Istent, aki azért azzal büntette, hogy ugyan Krisztály tisztán lát mindent, de senki nem hisz neki. Így aztán hiába óvégatott a kapunál, bevonszolták a falovat. De a célunk az, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mi lesz, hanem közvetítsük a lehető legnagyobb spektrumon és mélységben, de borzasztóan leegyszerűsítve, hogy a mai emberek ideje és figyelme engedi az információt, hogy mindenki a saját kasszandrája lehessen. Maga rakja össze a képet. És nagyon sok minden mellett ennek van egy szervezeti lába, illetve egy egyéni és közösségi programja, ami idén indul el. Mindemellett az egyik legfontosabb kezdeményezés, én úgy érzem, és a holnap lesz az első megbeszélés ezzel kapcsolatban, az az, hogy bevigyük az alkalmazkodási szemléletet az ifjúság nevelésbe, illetve a közoktatásba. Mert hát fasz a dolog az, hogy biciklizzünk, meg paradicsomot nevelünk az erkélyen, meg textil szatyorra járunk, de én úgy gondolom, hogy megérdemlik a gyerekek, hogy azért ennél őszintében beszéljünk velük, mert hát itt az előbb már említettem az őszinteség jelentőségét. És nyilván nem akarom elvenni a gyerekkort a gyerekektől, mert azt gondolom, különösen 6-7-8 éves korig a legtöbb, amit adhat egy szülő, az, hogy boldogat és szeretetben jön fel. Mert itt ugye ez egy másik kérdés, gyönyörűen például a szükséglet és az igény közötti különbséget, mondom én, teljesen hiteltelen vagyok, mint gyermektelen, de valahogy mégis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy gyerek boldogan nőjön fel, alapvetően nem sok dolog kell neki. Egy száraz meleg hely, ez alatt értem a biztonságot is, étel, amit ehet, és hogy végtelenül szeressék. És nem hiszem egyébként, hogy bárki ember fiának lehet, alapvetően sokkal többen lenne szüksége. Hát igénye az van, de szüksége nem hiszem. Tehát ennek az ifjúsági alkalmazkodási programnak az lesz a nagy célkitűzése és a hatalmas feladata, hogy ugyanezt az üzenetet, ami itt ma elhangzott, ezt hogyan csomagoljuk úgy, ahogy egy 5-10, egy 10-15, meg egy 16 év fölötti gyermek, illetve fiatal is be tudja fogadni. Anélkül, hogy elvennék tőlük a jövő reménységét, de mégis olyan alapra helyezve őket, hogy az esélyeiket, azokat amennyire lehet maximalizálni tudják és kihozni abból, ami majd nekik lesz.
De itt a gyakorlati tudás mellett, ugye, ami rendkívül fontos lesz, én továbbra is azt gondolom, hogy az, tehát úgy is mondhatnám, női értékek mentén kell ezt megvalósítani. Szeretettel, együttérzéssel, áldozatkészséggel. Mert lehet hinni akármilyen karate mesterek vagy meggájverek, itt alapvetően a túlélés sikerét az fogja meghatározni, ami egyébként ide is eljuttatott minket, az együttműködés és az empátia készsége. Ha képesek leszünk támogatni egymást, ahelyett, hogy fejbe csapnánk, vannak kétségeim a dolog sikerét illetően, akkor lehet esélyünk. Mert azért, amikor ott a Szenek a görbéről beszéltem, azt látni kell, hogy tehát a természetnek az alapvető működése a fenntarthatóság. Ami nem fenntartható, az nem működik. Ahhoz, ahogy élünk, meg ahányan vagyunk, ez nem fenntartható. Tehát miután elvittük magunkat a szakadék széléig, akkor a rendszer újra kalibrálja magát, és betesz minket egy fenntartható modellbe, ami azt jelenti, hogy az a elnézést kérek mindenkitől, az a néhány millió ember, aki még akkor van, akkor azok majd elkószálgat az egykori civilizáció valamikor bőséges erőforrásainak romjai között, és kizárólag a megújuló természeti erőforrások alapján majd ott fenntartja magát. Azt szerint a modell szerint, ahol elmondtam, hogy itt még szó nincs meg a változásra. Csak hát ilyenkor jön az, hogy az ipari civilizáció több dologban is különbözik bármilyen korábbi civilizációkkal, és nem csak a mérete, meg a szénhidrogénre alapuló üstökösszerű karrierje, hanem az is, hogy hát azért lehetett a római birodalom után újraépítkezni, vagy bármelyik ilyen rendszer után, mert az alapvető környezet, a létfeltételeink, azok nem változtak. Na de hát hol beszélnek itt arról, hogy mit jelent a 2 fok, a 3 fok, a 4 fok, az 5 fok? Van erről kommunikáció? Hogy ez mit jelent a mindennapi életünkkel kapcsolatban? Szóval kemény dió ez. Én azt gondolom, hogy elkezdeni ezt csak úgy lehet, hogy magunkkal indítunk, és utána a gyerekeket ebbe a megfelelő módon bevonva. Ezért ennek az ifjúsági alkalmazkodási programnak az lenne a végkifutása, a legfontosabb része az én értelmezésem szerint, hogy egyrészt közoktatásban ez elterjedjen, de az időközben kikristályosodott tudást azt a legfontosabb helyen tudjuk a végén elhelyezni a családoknál, az alapegységnél. És azt tudjuk mondani, hogy akkor kedves szülők, akkor ezzel, meg akkor így. Egy picit együtt. Tehát utat mutatni az embereknek. Mert minden kollégámmal együtt nagyon nagy figyelemmel kerülünk a megoldás kifejezést. Mert itt, bocsánatot kérek mindenkitől, nincsen alapvető megoldás. Különböző lehetőségek vannak, különböző forgatókönyvek vannak, esélyek vannak, de ilyen típusú megoldás nincs. Úgyhogy mindennel kapcsolatban, de a gyerekeinkkel kapcsolatban különösen szeretettel mindent. Egyrészt nagyon szépen köszönöm az előadást, másrészt őszintén az őszinteségről beszélve, az önhöz hasonló előadókat korábban sarlatánoknak, halálmadaraknak tartottam, míg nem volt polgármesterünk annak idején, a 2000-es évek közepén meghívta dr. Hetesi Zsoltot előadóként. Nem voltunk sokan, talán még ennyien sem. És egy nagyon jó előadást tartott Hetesi úr, és a végén azt kérte, hogy aki 1965 után született, tegye fel a kezét. És akkor voltunk, vagy 5-6-an feltettük, én is ugye, hogy 71-esként, és akkor azt mondta Hetesi úr, hogy önöknek nagy valószínűséggel, lehetősége lesz migránsválságokban, fegyveres konfliktusokban, etnikai villongásokban és járványokban meghalni. Utána mondtam a Dénesnek, önkormányzati képviselők indignes. Hát meghívtunk egy őrült, tehát hát kiröhögnek bennünket a helyek. Hát az ember nem normális. És bevallom őszintén, amikor mentünk előre, eljutottunk oda, hogy 14-15,
akkor most nyilvánosan is megkövetem gondolati szinten és hetesi urat, mert minden úgy lett, amit 2005-2006-ban, tehát 15-16 évvel ezelőtt, ugye én is nagyjából akkor volt, hetesi ura elmondta. És nekem az az aggályom az ön előadásával is, hogy 15-16 év múlva, ha megérik és meglátjuk, hogy ezek milyen szinten fognak teljesülni, és azóta ezekre a kérdésekre bevallom őszintén odafigyelek. Tehát előtte tényleg üldözendő sarlatánságnak tartottam. Két kérdésem viszont lenne. Az egyik, ön azt mondta, hogy ugye most elérik valamikor november-december körül a 8 milliárdot, de 9 milliárdnál meg fogunk állni. Miért? És a Seneca görbénél ön azt mondta, hogy olyan 2030 körül érünk be az év közepébe, és amikor a lejtmenetben eljutunk mondjuk 10-15 év múlva, kibe fog tárgyiasulni az, hogy nagyon szép nyílik már a kívülőre. Köszönöm. Hát én már elve meg vagyok hatva, hogy Hetesi Zsolt a legnapban említettek. Igen, ez gondolom sokat elárul, hogy ő ezt már akkor ezt mondta. Ma sem mond mást. Azt is halkan mondja. Hát tulajdonképpen a két kérdésre a válasz összefügg. A 2030-as évek közepére, elejére, közepére teszi az ENSZ a 9 milliárdot. Szinte minden egyes alkalommal, minden egyes helyen ugye jó öreg kérdéssel akarnak sarokba szorítani. Mikor lesz? Mi lesz? Na, hát erre egy épeszű ember nem válaszol, mert ahogy sokszor idézett fizikus kollégám mondta, jósolni egy nagyon nehéz dolog, különösen az a jövőre vonatkozik. De ezt úgy érzem, hogy nem is kell megtenni, a trendeket, az irányokat kell figyelni, és az esélyeket, miből mi következik, vagyis erre tartaszaggatott volna. Erre a kérdésre, hogy mikor és mi és hogyan és hol, ehelyett azt szoktam mondani, hogy az elmúlt évek alatt megszerzett elég nehéz információtömeg alapján én azt mondom, hát egyrészt nem gondolom, hogy ez a 20-as évek a Charles Stone-ról lesz híres, másrészt valószínűleg tartom, hogy ez lesz az utolsó olyan évtizedünk, amire még elmondhatjuk azt, hogy inkább hasonlít azokra az évtizedekre, amiket magunkra juthatja, és valószínűleg a következő évtizedtől fordul ez meg, és mondhatjuk azt, hogy ez már inkább hasonlít arra, amiben mi felnőttünk. És tulajdonképpen ezzel válaszolt meg az első kérdést, hogyha ezt a 9 milliárdot a 30-as évekre tesszük, de ebben még van egy nagyon nagy remény és bizodalom a részemről is, hogy ugyan sok buktatóval, gödörrel, meg szakadékkal, de azért csak el leszünk még ebben az évtizedben, ez az én reményem. Akkor viszont minden esélyünk megvan rá, nagy nukleáris konfliktusok, meg óriási járványok, meg végtelen nagy éhezés nélkül, ha ezeket megbúszuk ebben az évtizedben, hogy azért elérjük ezt a 9 milliárdot. Viszont ezeket a dolgokat, és akkor itt a második kérdésre igyekszem válaszolni, ezeket a dolgokat a 30-as éveket követően valószínűleg már nem fogjuk megbúszni. Tehát ami ahhoz szükséges, hogy abból a 9-ből 10 legyen, az a fajta stabilitás, az a mennyiségű élelmiszer és biztonság, az már nem fog valószínűleg rendelkezésünkre állni. Ha csak nem lesz az érdekes ebben a konstellációban, amiben éppen vagyunk, de ha csak nem lesz egy nagyon nagy hirtelen jelenség, ami esetünkben nem lehet igazából egy meteoron kívül más, mint egy nukleáris háború, akkor valószínűleg a Seneca görbének a lefelé menő része az nem egy egyenes vonal lesz, és nem
függőlegesen. Az, hogy milyen szögben indul el lefelé, az nagyon sok minden múlik, de nagyon sok arra vagyunk is. És én sokkal inkább úgy látom, hogy egy színusz görbét képzeljünk el, tehát hogy lefelé csúszunk majd, lesz, hogy sokkal rosszabb lesz, lesz, hogy kevésbé rosszabb lesz. De ezek a fölkapaszkodó periódusok, ezek valószínűleg egy ritkának is egy rövidebbek lesznek. És hát a 30-as évektől valószínűleg meg fogjuk tapasztalni a hiányt, a nélkülözést, megmondom őszintén az éhénységet is. Én azért is pici személyességet vigyek bele, bár gyerekem nincsen, de szüleim vannak, és bár velük ritkán beszélgetek erről, de én nagyon nem szeretném éhezni látni a szüleimet. Igyekszem megtenni, amit úgy tudok ez ellen, vagy hogy ezt a helyzetet elkerüljem. Az nem különösebben érdekel őként, hogy velem lesz. De azt a két idős embert, ami számomra fontos, nem szeretném így a célegyenesben ilyen helyzetben látni. Mert a gondoljunk a rénszarvasokra, tehát ez nem egy idámulat. És egyébként a víz mellett az élelmiszer ellátásunk az egyik legsérülékenyebb dolog. Azért ezt egy picit játszunk el ezzel a gondolattal, hogy az abszolút nonsense, mármint ugye az élet, tágértelembe vett élet szempontjából ez a totális nonsense, hogy én éhes vagyok, és akkor még boltba, meg rendelek valamit, és akkor hozzák, tehát ilyen nincs. Nincs, és nem is lesz. Hogy ez mit jelent? Hogy egy icipicit gondoljuk végig, hogy mi az, amit eszünk. És most nem azt, hogy mennyi anyag van benne, szóval sokat nem tudunk kezdeni. De honnan jön? Hogy jut hozzánk? De tehát mennyi élelmiszer tartalékunk van? És bár nem vagyok úgynevezett prepper, tehát hogy ott alapmutatások a csalitosban, de néhány dolgot érdemes, persze ehhez is tudatosság kell, szóval főleg a házvászon. Ha az ember vásárol, persze az irogatni is kell, akkor nézze meg, hogy ő meg a családja egy hét alatt mit teszik, meg mennyit. És amilyen rendszerességen, nem tudom, hogy hetente eljön vásárolni, akkor mi az, amit rendszeresen vesz, és mennyit. Nyilván a kettő között van összefüggés. És hogyha ezt következetesen megteszi, akkor ebből kirajzolódik egy sor. És akkor a következő vásárlás alkalmával nem annyi, hanem kétszer annyi, háromszor annyit kell vásárolni. És a spájzban létrehoz egy olyan rendszert, ahol alapvető élelmiszerekből az egyheti adag többszöröse áll rendelkezésre, és egy idő után létrehozhatunk egy több hetes, egy hónapos, három hónapos élelmiszerkészletet. És ezt úgy belőle, hogy mindig a leghamarabb lejáró van elő, és egy idő után gyakorlatilag normálisan kell vásárolni, mert csak az elfogyasztott vagy lejárott termékeket kell megvásárolni. Azt gondolom, hogy ez most ilyen helyzetben, mert eddig még pandémiáztam volna, de hát most már nem kell messzire mutogatni, ezt nagyon nem kell aláhúznom, hogy ez mit jelent. Tehát a boltok pillanatok alatt fognak kiürülni. És ezek mesterséges dolgok, hogy drágul az élelmiszer. Már olyan szempontból mesterséges, hogy egyrészt generál, másrészt meg az energia költségek bűvűznek tovább, majd ezért csak figyeljünk, tehát április 1-től a gáz betárazási ára, betárolási ára négyszeresére van, hogy védve vagyunk, mint rezsicsökkentés, mint magánszemély. De a gazdaság szereplői nem állnak állami védelmi alatt, és nem fogják megnyerni ezt a költséget. Tehát ez mindenben meg fog jelenni. Mindenben. Főleg az élelmiszerekben. Szállítmányozásban, minden egyébben. Tehát egy elképesztő léptékű infláció előtt állunk, és véletlenül az első, ami megrodjan, az nyilván a gazdaságunk lesz. Nem a gazdaság, hanem a világgazdaság. Ami nyilván annál sokan fognak keresni, de akkor is ezek kezdeti folyamatok. De hogy a rövid az árja, a kérdés második felével, hát azt, hogy mikor lesz a következő, mondjuk valódi
járvány, azt nem tudhatjuk, de bármikor nem bukhat. Amitől én személy szerint tartok, mert ezt hiszem, akkor kiemeltem, az a, az a globális jelmezési válság, magyarul éhénység. Azt tudni kell, hogy a föld lakosságának a fele fokozottan vízhiányos területeken fog élni, tehát nagyon szomjas lesz 2025-re. Tehát a vizet se vagyunk annyira egyértelműen vagy adottnak. Én azt mondom, hogy fúrjon kutatni meg, tehát jó mélyre. Alapvetően ezek lesznek az első elemek. Az amerikai Notre Dame Egyetem készített egy nagyon hosszú és bonyolult listát, amiben egy összetett szempontrendszer rangsorolta az országot, azt szerint, hogy melyik mennyire ellenálló, vagyis magyarán melyik milyen lassan vagy gyorsan esik szét. Hát annyira nem meglepő, hogy azok az országok állnak az élen, akik a legpobb, stabilabb politikai, gazdasági, társadalmi rendszerekkel, infrastruktúrával, pénzügyi rendszerrel rendelkeznek, de ezt nem egyszerűen megfogalmazva, hát az az ország, az az állam, melyiknek van egy tartalék, hogy tovább fizesse a rendőrét, hogy elzavarja a zsivát a házunk, de a tűzoltót, hogy elöltse a tetőt a fejünkön, meg az orvost, mentőst, hogy bejön a kórházba, hát az tovább fog működni. Mert lesz az a pont, ahol még a legelkötelezettebb szakemberek beleértve azt, hogy jött a gombot nyomogatja az atomerőműben, azt mondja, hogy én akkor most meg kell a családomban halljak. És ezt mindenki meg fogja tenni. Tehát ezt a Bundestag rendelte meg ezt a tanulmányt 12 évvel ezelőtt. Hogy mi történik akkor, hogyha megszűnnek a közműszolgáltatások egy társadalomban, állami szinten. Ami alatt nyilván elsősorban állami szolgáltatást értett, mert már mindenhez állunk. És azért jusson eszükbe, hogy véget láttunk tavaly, ahhoz hiába milyen reklámokat, meg milyen országban, hogy miket is kell csinálni, fűtsét cserébe. Tehát mi történik, ha a közműszolgáltatások elérhetetlenné lenne. A tanulmány arra jutott, hogy nagyjából és átlagosan 2 hét kell hozzá, hogy a társadalom szövete elkezdjen retetezni. Ez magyarul megfogalmazva azt jelenti, hogy hát azok a polgártársak, akik kicsit türelmetlenebbek, agresszívabbak, kevesebb tartalékkal rendelkeznek, ők úgy elinduljanak megkeresni ott, ahol szerintük még lehet, meg van. És ha adott esetben mondjuk elkérik tőlünk, akkor érezzük magunkat szerencsésnek. És akkor nyilván nem beszéltem arról, hogy pont azokban a térségekben, ahol már 9 milliárdról beszélünk, ahol robbanásszerűen fog, hát business as usual, ha nem gyakorlatilag semmi, robbanásszerűen fog nőni a népesség. Ez az előttünk álló néhány évben Ázsia, utána masszívan Afrika, nagyon masszívan, milliárdos nagyságrendű plusz népesség lesz Afrikában az elkövetkezendő 10-20 évben, és akkor tegyük hozzá, hogy megint csak a minden okésen megy, akkor 2050-re a föld lakosságának 70%-a városlakó lesz a legsérülékenyebb kategória. Szóval pont ott, ahol a legnagyobb lesz a népességgyarapodás, ott lesznek a legcudarabb életkörülmények, mert most is ott vannak, de az éghajlati változás, a tengerszint emelkedés, a háborús konfliktusok, a víz nélküliség, az élelmiszerválság, ezeket a területeket fogja érni a legnagyobb. Tehát, hogy Csányi tanár urat idézem, ha valóban ránk köszönt az éghajlati válság, úgy, ahogy azt az ENSZ egyelőre látja, akkor innen 10 meg 100 ezerek, 10 meg 100 milliók fognak elindulni ebbe az irányba. Függetlenül attól, hogy most itt jobb, vagy ők azt gondolják, hogy itt jobb, mert a végeredmény szempontjából nincsen különbség. És amikor ilyen tömegekről beszélünk, akkor az is teljesen irreleváns, hogy egyébként úgy közben hány millióan halnak meg. Mert bőven elegen lesznek azok, akik ide érnek, és ezt fizikailag semmilyen úton módon nem lehet kezelni. Tehát igen, sajnos egyetértek Zsolta, ilyen dolgokat még láthatunk. Jaj, nem tudom, hogy mit hagytam ki, hogy nem remélem válaszoltam. Nem tud valami jó viccet? Ezek utána van?
ez is egy meghívtak. Nyugodtan elismertem, mert a legelején felhívtam erre a figyelmet. Meghívtak egy előadásra valamilyen agrár szervezetben májusban, és akkor felhívtam ott is az úr figyelmét a jövőkutatóak. Mondom, ez nem vagyok a Bárpád, az egy szakma, meg a jövőkutató az sok pozitív dolgokat dolgozik, technológia vagy egyebekkel. De a Balázsról hallottam, jó, hát akkor tudja, miről van szó. Igen, igen, gondoltuk is, hogy akkor utána szerződtetünk ezt stand-up comedist. Ez nagyon fontos. Igen. Volt a kollégámnak egy olyan előadása, hogy a polgármester is készült, tudtuk meg, fölállt, és akkor azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük a precíz, pontos és átfogó képet, amit kaptunk. Egyetlen kérdésemben, hogy itt és most lőjem számomnak, hogy hazamentem és tudnám éveszni a gyerekekkel. És sajnos ez egy, hát azt mondom, hogy ezeket megszoktuk, de igen. Csak az az egy pozitív üzenet, ami lehet, hogy élünk emberek. Élünk, többé-kevésbé egészségesek vagyunk. Tehát lehetőséget kaptunk arra, hogy szeressük egymást, meg jó dolgokat csináljunk ezen a világon. Ezt azért többé inkább, mint kevésbé mindentjük el, hogy most rosszat csinálunk, vagy jót csinálunk. És hát azt gondolom, hogy ez alatt, hogy egy jó hír. Hát, ha én szebbé tehetem valaminek az életét, vagy órára, mert akkor mi ne tenném meg? Vagy miért tenném meg azt, amivel tudom, hogy most ártok. Tehát tudom, hogy sokkal jobbat nem tudok mondani, de megint csak a kollégám üzenetét hozom, tehát figyeljünk arra, hogy ne tegyük rosszabbá dolgot, bármikor rosszabbá tudjuk tenni. És a megközelítés kérdése azt is mondhatnám, hogy ha nem teszünk rosszabbá, akkor kvázi jobbá tettük. Én köszönöm szépen, Azt hiszem.